Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves vendéget a soron következő július 3-ai rendes testület ülésünkön. Megállapítom, hogy a képviselő testület határozat képes. Két képviselő van jelenleg távol. Deméni Nagy Mónika jelezte, hogy késni fog, de érkezik. Keresi István pedig családi okok miatt jelezte korábban, hogy a mai testület ülésen nem tud részt venni. Még egyszer nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a rendes testület ülésünkön, és mindenkit, a városlakókat, a televízió nézőket a TV képernyői előtt. A korábbiakban megküldésre került a mai testület ülésünk napirendi javaslata, amelyhez annyi kiegészítést tennék, hogy most is kerültek még kiosztásra anyagok a városi kitüntetéssel kapcsolatosan és a szociális beszámolóhoz kapcsolódó előterjesztés, mert azt a bizottság tárgyalta, valamint még fogunk is kiosztani anyagokat, amelyek készülnek elsősorban a napelemes projektünkkel kapcsolatban, mert az ugye itt minden nap változik. Ebben már többször döntöttünk, a vagyonos napirendben fogunk erről tárgyalni és dönteni, és ott még a szerződés bizonyos részletei pontosításra kerülnek, de majd a napirend tárgyalásakor ezt el fogom mondani. Annyi, és a társulással kapcsolatos döntésanyaga nem került még kiosztásra, ott is még várunk egy számot, amit szeretnénk beírni az anyagba, nem egy bonyolult, hosszú napirend, az is a napirend végén van, addig ki fogjuk osztani, és akkor nyilván meg tudjuk majd tárgyalni. Ami változást még szeretnék a napirendi javaslathoz képest, hogy az előzetesen kiküldött javaslat szerint a harmadik napirendi pont az önkormányzati vagyonról szóló rendelet módosítása. Ezt szeretném, hogyha áttennénk a zárt ülés után, szintén nyílt napirendben, ugye a rendeletet csak nyílt napirenden lehet tárgyalni, viszont a zárt ülésben olyan vagyonnal kapcsolatos döntéseket fogunk meghozni, ami aztán érinti a vagyonrendeletet is, és nem akarom emiatt még egyszer majd a következő testületülésre visszahozni a vagyonrendeletet, hanem a vagyonos napirendnél hozott döntés kapcsán a vagyonos napirendet ezért az zárt ülés után kívánom javasolni, hogy tárgyaljuk meg. Kérdezem a tisztelt képviselőtestületet, hogy a napirend tárgyalásával vagy a napirenddel kapcsolatban van valakinek kérdése, észrevétele, amennyiben nincs, akkor kérem a napirend elfogadásáról szavazzunk. Megállapítom, hogy egyhangulag 10 igen szavazattal elfogadásra került. Köszönöm szépen. 0. napirendi pontunk rendszerint a döntés nem igénylő kérdésekkel indul. Két ülés között átruházott hatáskörben hozott fontosabb döntésekről szóló beszámolók találhatók. Ennek egy része bizottsági hatáskörben különböző pályáztatások, részben költségvetési átcsoportosításokat tartalmaz, ami polgármesteri hatáskörben történtek meg. Ezeket az átcsoportosításokat egyébként is a költségvetés módosításának jóváhagyása kapcsán a rendelet tárgyalásakor egységes szerkezetben külön el fogjuk még a mai napon fogadni. Döntést igénylő kérdésekből is van a 0. napirendben több, de még mielőtt a döntést igénylő kérdésekre rátérnénk, én itt a 0. napirendnél a két testület ülés között történt dolgokkal kapcsolatban a képviselő testületet is és a város lakosságát is két fontos dologra mindenképpen szeretném tájékoztatni. Az egyik fontos kérdés, hogy és nem csak engem, hogy mondjam, foglalkoztató kérdés, hanem egyre inkább a város lakosságát. Ez egy sajnos régóta visszatérő probléma, ez az idős otthon, a bentlakásos idős otthon helyzete. Az elmúlt hetekben több munkatárs, hozzátartozó, érintett fél keresett meg minket, van, aki szóban, de van már írásos megkeresés is, hogy valamilyen módon avatkozzunk be az idős otthonban most zajló folyamatokban. Aki nem tudná, nagyjából arról van szó, hogy mi nem igazán látjuk, hogy milyen indítatásból, bár nyilván elképzeléseink vannak, egyfajta ástruktúrálása történik a kistérségi szociális feladatok ellátásának. Ez nálunk két területen mindenképpen lecsapódik. Az egyik, hogy kaptunk nagyjából egy-másfél hónapja egy levelet, lehet, hogy van egy hónapja, hogy a kettes iskola földszintjét, amit ugye mi annak idején 5 évre egy szociális projekthez átadtunk, azt a projekt lezárása előtt 1 évvel most vissza szeretnék adni. Korábban mi már ezt kértük vissza, ezt az ingatlant, akkor azt mondták, hogy nem. Most viszont kérés nélkül visszaadják. Akkor még nem igazán értettük, hogy mi lehet ennek a hátterében, hiszen a fenntartási időszak még megy.
Kértünk tájékoztató adatokat, hogy hol áll a projekt fenntartása, hogyan teljesültek az indikátorok, mit kell ebből még teljesíteni, hiszen teljesen nyilvánvaló, ha az ingatlant az önkormányzat ilyen módon visszaveszi, akkor a fenntartási kötelezettség a maradék egy évre az önkormányzatra hárul. Ami hát finoman szólva is kellő kockázattal jár. Kértünk ehhez tájékoztató adatokat, hogy hol tart a projekt, nem kaptunk kielégítő válaszokat, úgyhogy még ez az egyeztetés folyik. De az látszik, hogy valamilyen oknál fogva a kettes iskola földszintjét, ahol egy csomó szociális feladat működött régen, ma már azért tudjuk, hogy ha 5-6-an dolgoznak ott, akkor sokat mondok, tehát kiürült az épület, hogy mi lehet a háttérben. És akkor ezt követően, vagy két héttel később kerestek meg engem több irányból dolgozók és hozzátartozók, hogy a idős otthonban is nagy átszervezés indult meg. És akkor vált világossá, hogy az egész történet egy történet, csak később érkezett el hozzánk, mégpedig az, hogy talán a konyhát bezárják az idős otthonban, és az ételt más településről fogják hordani. Lehet tippelni egyébként, hogy honnan, én tudom, de nyilván vannak elképzeléseink. Az orvossal felmondták a szerződést, és másik orvos lesz. A dolgozók egy részét elküldték, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás átköltözik a kettes iskolából az idős otthonba, ápolókat is küldenek el, összevonnak feladatköröket, és a többi, és a többi. Most a megkeresés abból adódott, hogy hát tegyünk valamit, mert ott dolgozó emberek utcára kerülnek, és a többi, és a többi. Elmondtam személyesen is, akik megkerestek, és írásban is fogok válaszolni természetesen, ami azért, aki rendszeresen néz a képviselőtestület ülését, az tudja, hogy ezért kértük mi vissza ezeket a feladatokat. Tehát ez is azt mutatja, ami csak részben gondolom, hogy a kistérségnek a felelőssége vagy hibája, mégpedig az, hogy a szociális alapellátás és az emelt szintű ellátás is alulfinanszírozott. Egyre inkább alulfinanszírozott. Ha megnézzük a saját költségvetési rendeletünket, látjuk, hogy évről évre egyre nagyobb és nagyobb összegeket kell hozzátenni, és ahhoz, hogy ez megfelelően el legyen látva. Na most, hogyha egy feladat gazdának a forrásai végesek, akkor ugye két dolgot tehet. Az egyik, hogy erőn felül elkezd forrásokat oda tenni, de hát ezt a végtelenségig nem lehet csinálni. A másik, hogy kényszerből olyan megszorításokat tesz, ami persze csökkenti a kiadásait, de csökkenti a szakmai ellátás színvonalát is. És az idős otthon visszavételével kapcsolatban mindig az volt az álláspontunk, amit ma is gondolok egyébként, hogy a jelenlegi települési kistérségi struktúra Nyírbátor nélkül nem képes ezt az idős otthont olyan színvonalon fenntartani, mint amit a nyírbátori lakosok ettől elvárnának. Itt lehet beszélni az épület műszaki szakmai állapotáról, lehetne beszélni az ellátásról, lehetne beszélni a beszerzett anyagokról, és a többi, és a többi. Azt látjuk, hogy az épület, hogy mondjam, az épületben vagy az intézményben ellátottak egyre többet panaszkodnak, és én azt gondolom, hogy ez a fajta, hívjuk most karcsúsításnak, de mondhatnánk erősebb kifejezéseket is, azt fogja eredményezni, hogy tovább romlik az ott működő szakmai ellátás színvonala, ami már így is nagyon sok kritikával volt, illetve az elmúlt időszakban. A legnagyobb baj természetesen az, amit szintén a képviselőtestület tud, és aki néz a testület ülés szintén tud, hogy mi gyakorlatilag amióta kiváltunk, sőt már korábban is, hiszen a korábbi testület is elindította ezt a folyamatot, visszaszerettük volna venni az idős otthon ellátását. Annak ellenére, hogy ott jellemzően nyírbátoriak, de nem csak és kizárólag nyírbátoriak ellátása folyik, és azt is felajánlottuk, hogy természetesen minden vidéki ellátott, aki az intézményben bent lakik, az bent maradhat, tehát attól, hogy Nyírbátor veszi vissza a működtetést, ez nem szűnne meg. De sajnos az ingatlant, a kiválásunkat követően a kistérség nem adta vissza, jelenleg is folyik a peres eljárás. Részben ítéletek vannak, de az ügyet lezárt jogerős döntés még nem született meg. Ez ügyben, hát az elsőfokú, másodfokon is. Magánál tartatja 5 évig, amit a kúriánál megtámadni. Igen, pontosabban igen, jogerős döntés megszületett, a kúriánál tudjuk megtámadni azt, hogy 5 évig visszatartsa az ingatlant. Na most... Igazából ebben a képviselőtestület most érdemi döntést hozni nem tud. Én
azért szerettem volna erről tájékoztatást adni egyfelől a város lakosságának, hogy mindenki tudja, hogy mi ebben a helyzetben azt tudjuk tenni, hogy még egyszer megkeressük a kistérséget írásban, hogy ugyanúgy, hogy a kettes iskola földszintjét, úgy az idős otthont is megnyugtató módon adja vissza az önkormányzat részére, annál is inkább, mert jelenleg a visszaadásnak olyan adminisztratív akadályai nincsenek, mint amilyenek voltak évekkel korábban, a kapacitásra vonatkozóan. Tehát vissza tudnák adni, egyszerű döntést igényelne a történet, és az intézményt tudnánk működtetni mindenki számára megnyugtató módon. És a kúria az egyetlen, hogy mondjam, jogi felleviteli fórum, ahol még bármilyen mozgásterünk lehet ebben a történetben. Csak azért szerettem volna erről tájékoztatást adni, mert azt gondolom, hogy nem csak engem kerestek meg városlakók, és szeretném, hogyha a képviselőtestületnek is lenne ebben válasza. Van még egy pont, de mivel itt Veres János kér szót, megadom, és aztán majd beszélek a másik dologról. Parancsolj! Köszönöm a szót, tisztelt képviselőtestület! Én fenntartással kezelem azt, hogy mi egy évvel a pályázati határidő lejárta előtt visszavegyük az épületet a pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítésének a kényszerével. Tehát én a magam részéről azt semmiképpen nem tudnám most megszavazni, ha ez szavazás tárgya lenne, de úgy érzem, nem is lehet szavazás tárgya, hogy a kistérség nyert egy pályázatot, egy nagyon jelentős összeget annak idején, ebből egy igen kicsi arány került felhasználásra az épület felújítására, és a pályázati időtartam alatt pedig csinálni kell egy tevékenységet. Na most azt én semmiképpen nem látom helyes dolognak, hogy mi úgy ugorjunk ebbe bele. Annak idején kihagytak bennünket ebből szánszándékkal. Azt én semmiképpen nem látom elfogadhatónak, hogy mi úgy ugorjunk ebbe bele, hogy egyébként pedig a fenntartási kötelezettség, az indikátorok teljesítése, az innentől kezdve Nyírbátor város önkormányzatának a kötelezettsége lenne. Magyarul, ebben én csak akkor tartom elképzelhetőnek, hogy igennel szavazzunk, ha és amennyiben mi egy olyan tájékoztatást kapunk, hogy az eddigi pályázati időszak az teljes mértékben rendben van, és az utolsó egy év lenne csak a nyírbátori önkormányzatnak ilyen értelemben szakmai kötelezettség, hogy ez teljesüljön, és akkor lehet szó arról, hogy visszavenni-e vagy sem. Hozzáteszem, hogy a kettőt én össze is kötném innentől kezdve. Tehát én akkor vagyok hajlandó elfogadni azt, hogy mi tárgyalunk a régi gimnázium épületének a visszavételéről, hogyha itt félmondatként elhangzott a polgármester előterjesztésben, hogyha az idős otthon visszaadásával kapcsolatos szándéka a kistérségnek megváltozik. Azaz nem tartom elfogadhatónak azt, hogy ő se lejtez feladatokban, emberekben és sok minden másban, majd azt mondja, hogy és akkor itt van nektek Nyírbátor, ti ezt csináljátok. Én azt gondolom, hogy mi nem vagyunk senkinek sem a kapcsarondja, hogy velünk ilyen módon viselkedjen bárki. Ebből következően én egyenlő felek tárgyalásának eredményeként látok csak megállapodás lehetőséget. Köszönöm. Bala Jánosnél kész szót, parancsolja Erzsike. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Amikor erre a szociális ellátás feladataira beadtuk a pályázatot, akkor még én voltam a kistérség elnöke. Így pontosan tudom, hogy ez egy teljes kistérség, mind a 20 település ellátottjaira vonatkozó feladatokat határozott meg. Nem állíthatom, mert ugye nincsenek erről adatok, csak sejteni vélem azt, hogy miután Nyírbátor már jó ideje nem kap ezen feladatellátásból, sőt, hát az első évben sem igazán kapott, sőt, kényszerültünk kivonulni ezen feladatokkal a saját épületünkből. Így úgy gondolom, hogy a fenntartási időszak elmúlt 4 éve alatt messze nem lehet teljesíteni azokat a vállalt kötelezettségeket, ami annak idején az eredeti pályázatban volt. Tehát megerősítem azt, amit a képviselőtársam mondott, hogy erősen kockázatos az, hogy egy lezárás fenntartás időszakában mi úgy döntsünk, hogy ezt átvesszük mindenféle biztosítékok és átlátható teljesítési eredmények nélkül. A öreg otthonnal kapcsolatosan, igen, polgármester úr, engem is kerestek meg hozzá tartozók, és mondták el, hogy milyen áldatlan állapotok vannak. A jelenlegi dolgozók is kétségbe esetten járnak naponta munkába azért, mert jelentős számú gondozói állomány leépítés történik, sőt egész évben a nyugdíjba menők helyére már nem történt meg a státuszok betöltése,
és azt lehet tudni, hogy az idős otthon teljes létszámmal működik, tehát a felvehető gondozotti létszám az teljes, és hát sajnos egyre nagyobb arány az, aki állandóan ágyba fekvő beteg, tehát a gondozás igénye sokkal nagyobb, mint egy jó pár évvel ezelőtt, amikor még foglalkozásokat lehetett tartani, és 60-70 év körötti átlagkorosztály is volt olyan időszak, hogy volt ebben az otthonban. Számomra megmagyarázhatatlan, hogy miért ragaszkodik egy szervezet ahhoz, ami egyre nehezebben fenntartható, mert ugye ma már nem csak, hogy csökkent a szociális gondoskodásra az állami finanszírozás, hanem a kiemelt szintű az teljesen meg is szűnt, hát azért is alakítottuk át annak idején ápoló-gondozó otthonná. Úgyhogy én egyik esetben sem tudom megnyugtatóan átlátott vagy megismert tények nélkül támogatni ezek kérését. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az elmondottakkal abszolút egyetértek, ráadásul még annyival egészíteném ki, ez már inkább csak egy technikai kérdés, aki uniós projektek elszámolását az én kollégáim ugye a napi szinten csinálják és tudják, hogy az 5 éves fenntartási időszak csak azért még problémás, mert hogyha valaki az utolsó évben átveszi egy projektet, akkor gyakorlatilag felel az előző időszakért, és azt azért tudni kell, hogy a fenntartási időszak 4 évében csak beküldött jelentések vannak. Az 5. év végén meg van egy helyszín ellenőrzés, amikor dokumentum és minden egyéb ellenőrzés megtörténik. Na most el lehet képzelni azt a helyzetet, hogy átveszük az épületet a feladatellátással, kijönnek a végén egy záró helyszíni ellenőrzésre, valami nem áll rendelkezésre, és azt olyan szervezettől kérjük el, aki az előző 4 évben működtette, akivel finoman szólva is vannak némi nemű nézeteltéréseink. Szóval nem gondolom, hogy ezt meg lehet tenni. Természetesen nyilván az ingatlan, annak örülünk, hogy az ingatlant vissza kívánják adni, bár szeretném megjegyezni, hogy ez a fenntartási időszak végén automatikusan megtörténik, hiszen a korábban megkötött szerződésünk értelmében, miután mi tulajdonosként annak idején engedélyeztük, hogy az ingatlanon ezt a beruházást végrehajtsák, a szerződés szerint a fenntartási időszak végén ezen az idegen, számukra idegen ingatlanon, hiszen az önkormányzat tulajdonában van, végzett fejlesztés ingyenesen Nyírbátor város önkormányzatának tulajdonába kerül. Tehát igazából 1 évet kell várnunk, és ilyen szempontból a rendelkezés az ingatlan felett az visszakerül hozzánk. A másik dolog, amit még a 0. napirendi pontban szerettem volna elmondani, ezt a korábbi időszakból okulva azt gondoltam, hogy muszáj most megbeszélnünk, nehogy aztán majd egy 1/2 év múlva megint azon vitatkozzunk, hogy mi minek vagy kinek köszönhető, vagy minek az eredménye. Emlékszik a képviselőtestület és a város lakossága, hogy amikor februárban be lett jelentve az ipari park fejlesztése, akkor itt egy hatalmas, hogy mondjam, szócsata alakult ki a körül, hogy akkor most igazából kinek köszönhető, hogy a mi ipari parkunk felújítása megtörténik. Mindenki rohangálta az érdemek után, olyannyira így, hogy még az áprilisi ünnepi testületülésen a várossá válás évfordulóján még mindig az volt a téma, hogy kinek köszönhető az ipari park című történet. És nem szeretném, hogyha 1/2 év múlva megint ezen vitatkoznánk, és azt most azért szeretném elmondani a képviselőtestületnek meg a város lakosságának, hogy akkor megint ott tartunk, ahonnan elindultunk az ipari park kapcsán, mégpedig az, hogy van egy ilyen 2 vastag paksamétám, amiben gyakorlatilag van legalább 10 olyan döntés, amiben Nyírbátor város pályázatait sorra elutasítják megint. Tehát azt tapasztaljuk, hogy lement a választás, lement a PR része a történetnek, és most megint sorra kapjuk az elutasító döntéseket. És csak azért, hogy legyen világos mindenkinek, mert nyilvánvalóan minden döntést megfellebbezünk, minden döntést meg fogunk kifogásolni, és minden döntés ellen, ahogy az előző időszakban az érintett ipari park projektben volt, azokat a szervezeteket meg fogjuk keresni, akik a mi igazunknak helyt tudnak adni majd a jövőben. Ezt csak azért mondom el most, mert hogyha egy év múlva megint változás lesz, akkor nem szeretném, ha képviselő úr vagy bárki majd azzal jönne, hogy mit köszönhetünk neki. Az, hogy neki mit köszönhetünk, az itt van. Azt most el fogom mondani, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Nyilvánvalóan küzdeni fogunk a saját igazunkért. Alapvetően az irányító hatóságtól kaptunk 5 pályázatnak a végleges elutasítását.
ami nem a megyei közgyűlés előtt volt, hanem már a Budapesti Irányító Hatóságtól érkezett. Ebben benne van a helyi gazdaságfejlesztési projektünk. Ez az a projekt, amelyben a helyi termelői piacot, a városi piacot kívántuk volna fejleszteni, és a mezőgazdasági gyümölcstermesztők integrálásához és egy nemzetközi kapcsolatokkal kialakított teljesen innovatív piacot hűtőházzal, egyéb technológiával megerősítve kívántuk volna megvalósítani. Nem fogom elolvasni részletesen az elutasítás indokát két okból. Egyfelől szakmailag teljesen megalapozatlan, másfelől pedig semmilyen jogszabályi feltételnek nem felel meg. Sem határidőben nem kaptuk meg időben, sem részletes indoklást nem kaptunk. Gyakorlatilag, ha nagyon le akarnám egyszerűsíteni, akkor a csak kifejezés hosszabban kifejtve olvasható két oldalon keresztül. Ugyanígy elutasításra került az első körben beadott leromlott városi területek rehabilitációja. Ez az a projekt, amit már egy évvel ezelőtt a megye elutasításra javasolt, most kaptuk meg az irányító hatóságtól a döntést. Erre már újból beadtunk egy projektet, erről még fogok beszélni. Ugyanúgy olyan dokumentumokat kérnek a projektben, ami a pályázati kiírásban nem is szerepelt. Arról nem is beszélve, hogy itt is a 60 nap helyett két év alatt sikerült értékelni a projektet. Ide tartozik a csapadékvízhálózattal kapcsolatos beadott projektünk, ahol szintén nem részletezem, de ugyanazok a szakmaiatlan kifogások vannak, amit mi nyilván meg fogunk fellebbezni, és a zöldváros projektünk is, amire szintén benyújtottunk egy másikat, ez a városközpontnak a rehabilitációja. Ebbe szerepel egyébként a könyvtár épülete is, ahol csak jelzem, most egyébként folynak a nyilászárók cseréje, de ezek a nyilászáró cserék nem uniós projektből történnek, hanem az önkormányzat saját forrásból finanszírozza. És akkor van egy ettől sokkal szebb paks, amit ezt részletesebben fogom ismertetni. Ez a megyei közgyűlésnek a ma már elérhető mindenki számára látható előterjesztése, amely a pályázatok olyan mértékű döntéséről szól, ami azért kell erről most beszélnünk, mert ha egy év múlva beszélünk róla, akkor megint azon fogunk vitatkozni, hogy kinek van igaza ebben a kérdésben. Azt látjuk ebben a szakmai előkészítésben, hogy nyírbátori projekt támogatásra egyáltalán nincs javasolva. És gyakorlatilag legalább 40 vagy 50 projektről születik döntés, és megint az a szomorú helyzet ebben a történetben, hogy teljes mértékben ki lettünk zárva minden korábbi későbbi fejlesztésből. Hogy ez mit fog jelenteni ebben a történetben? Most azon gondolkodtam, hogy belemenjek a részletekbe, de inkább úgy döntöttem, hogy mégsem megyek bele. És azért nem megyek bele, mert ilyen kesergésnek tűnne a történet, és nem ez a szándékom. Azt gondolom, hogy a város súlyához, szerepéhez méltatlan az, ahogy az uniós projektek kapcsán megint kezelnek minket. Arról nem is beszélve, hogy valamennyi fejlesztést, előzetes egyeztetést követően nyújtottunk be. Tehát itt azt azért tudni kell, hogy nem csak benyújtotta a város ezeket a projekteket, hanem történtek előzetes szóbeli egyeztetések a dologban. Hogy ki, hogyan, miért nem tartotta a szavát, azt én már most elemezni nem szeretném. Azt viszont látjuk, amit annak idején Lázár úr is elmondott, és azért merek erről nyíltan beszélni itt, hogy ezeket a döntéseket egy politikai egyeztetés mindig megelőzi. Na most, ha abban a politikai egyeztetésben mi most megint le vagyunk nullázva, akkor én szeretnék gratulálni mindenkinek, akinek ebben szerepe volt, és majd azt gondolom, hogy a városlakók a választásokon el fogják dönteni, hogy ezt követően kire, mennyire számíthatnak a jövőben. Szerintem megengedhetetlen, hogy a város vagy a megye egyik legfontosabb városa ilyen mértékben le legyen nullázva az uniós pályázatok tekintetében. Én azt gondolom, hogy a Nyírbátorban élő emberek ugyanúgy jogosultak ezekre a forrásokra, mint mindenki más. Nem kellene, hogy többet kapjunk, nem kellene aránytalanul sokat kapnunk, de azt, amit megkap a másik 100
vagy 200 település az Nyírbátornak is jár. Egyetlen egy projektünk nincs támogatásra javasolva. A legkisebbtől a legnagyobbig. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a választások lementek, a mézecmadzag el lett húzva, mindenki nagyon örült, mindenki felállt a pódium tetejére, hogy büszke legyen arra, hogy ő mit tett, mit nem tett, lement a választás, most pedig folytatódik az, ami eddig. Majd a városlakók el tudják ítélni, hogy akkor ezek után kinek érdemes hinni, vagy kinek nem. Én most nem megyek bele a részletekbe, mert tényleg méltatlan lenne a testület üléshez. Akit érdekel, nagyon szívesen végig vitatkozom ezt. Ami ebben fontos, és ezért akartam erről beszélni, nyilvánvalóan nem fogjuk annyiban hagyni a dolgot. Az ipari parknál is Jánossal el kellett, hogy menjünk egészen a brüsszeli biztosig. Valószínűleg itt is hasonló utat végig fogunk járni, és ha majd egy év múlva szerencsésen valamennyi projektünk egy része visszakerül és támogatásra ítélik, akkor nem szeretném, ha képviselő úr majd megint kiállna a pódiumra és elmondaná, hogy gratulál Nyírbátornak, és hogy örül, hogy a magyar kormány támogatta a nyírbátori projekteket. Veres János, kér szót, parancsolj. Köszönöm a szót. Úgyis, mint a megyei közgyűlés tagja, szerettem volna a képviselőtestület ezen témájához három gondolatot mondani. Az első, hogy párát ritkítja az aránytalanság, ami ismét kezd kialakulni az Európai Uniós források felhasználására vonatkozó megyei közgyűlés előkerült előterjesztésekben. Úgy a polgármester elmondta, gyakorlatilag valamennyi nyírbátori még el nem döntésre került pályázat negatív javaslattal került a megyei közgyűlés elé. Ezt automatikusan a fizetes többség így szavazta meg, tehát hogy ne kapjon nyírbátor egy fillért sem. A második megjegyzésem az az, hogy hát tudjék közben, hogy ma már nyilvánossá vált, amiről akkor nem szívesen beszéltem személy szerint, de ez teljesen egyértelmű dolog, hogy ahhoz, hogy az a bizonyos három pályázat, amit nagy csindaratával próbáltak a fideszesek a kampányban itt a Nyírbátori Ipari Parkban maguk eredményének beállítani, az azért volt nyertes pályázat, mert azt megelőző fél évben gyakorlatilag Corina Cretu biztosasszony, Lázár János miniszter úr és még további két kormánytag került megkeresésre általunk azért, mert láthatóan egy olyan döntési javaslat volt azt megelőzően, ami teljes mértékben ellentétes volt mind az EU szabályaival, mind a magyar érvényes jogszabályokkal. Ők ezt akkor belátták, hogy ezen változtatni kell. Hozzá kell tennem, hogy a fenyegetettség nagyon nagy volt, mert három város ilyen diszkriminatív pályázatai miatt Magyarországra több 10 milliárd forintos visszafizetési kötelezettség került akkor, úgy mondom, hogy beígérésre, hiszen leírásra is került az itt járt ellenőrző csoport által. Meghozatalra a döntés azért nem került, mert időközben a kormány korrigált. Ebből egy várost nem akarok mondani, mert az nem került a nyilvánosság elé, de Nyírbátor és 60 városa Lázár János sajtótájékoztatóján nevesítésre is került. A harmadik, amit mondani szeretnék, az pedig a következő. Számomra természetes, hogy miután mondva csinált, nulla szakmai értékű indoklások szerepelnek az elutasítások mögé írva. Ugye tavaly még ezt sem csinálták meg, tavaly nem csináltak semmifajta indoklást az elutasításhoz. Az egyetlen mondat szerepelt, hogy nem illeszkedik a megyei fejlesztési koncepcióhoz, miközben valamennyi pályázatunk illeszkedik a megyei fejlesztési koncepcióhoz. Tehát tavaly csak ennyire futotta a tollukból, idén általában írnak néhány mondatot az elutasítás indoklásaként, mind valótlan, amit írnak, hozzá kell tennem, tehát hazudnak, mint a vízfolyás. Ebből következően úgy gondolom, hogy ezeknek az elutasításoknak is a megtámadására sor fog kerülni, és akkor én most nyilvánosan bejelentem, hogy én mindenfajta olyan eszközt igénybe fogok ezek után venni, amely ahhoz hozzájárulhat, hogy a magyar kormány lássa be, hogy nem lehet ilyen módon viselkedni. Ez lehet, hogy az ország több 10 milliárd forintos büntetésébe fog kerülni, de én a város érdekében azt gondolom, hogy mint megválasztott önkormányzati képviselő, nekem ezt kötelességem megtennem. És az utolsó dolog, hogy ha egy nagyon pici érdekérvényesítő képességet mozdított volna meg a hatos számú választókerület megválasztott képviselője, akkor Nyírbátornak minimum kettő, de inkább három pályázata ezekből az elutasítottakból most pozitív javaslattal kellett volna a megyei közgyűlés elé, hogy kerüljön. Tehát nem dolgozni kellett volna érte, nem? Csak egy nagyon picit annyit kellett volna mondani, hogy ezt mégiscsak át kellene engedni.
mert dolgozni nem kell érte, mert minden pályázat 90% fölöttire van értékelve minősítésben, de miután ezt nem tette meg, ezért azt gondolom, hogy ezt is nyilvánossá kell tenni, hogy az a bizonyos politikai egyeztetés az lezajlott a megye megválasztott 6 fideszes képviselőjével, van, aki ennek eredményeképpen meg háromszorozta az adott választókerület választósi központjának a támogatási értékét, ahhoz képest, mint a megyei közgyűlés elnökével előzetesen megbeszélt egyeztetésen a adott városra javasolt összeg, és van, aki nullává tette. Nyírbátor esetében például így van, de van még egy ilyen város a megyében, aki esetében nullává tették ezeket a korábbi egyeztetett értékeket. Azt tudom tehát mondani, hogy számomra ez teljes mértékben elfogadhatatlan, és értelemszerűen, ameddig lehetőség van, addig harcolni fogunk azért, hogy a város ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy semminek nézzenek bennünket semmi emberek. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Egyébként leginkább ott borzasztóan elkeserítő ez a döntés, ahol a benyújtott pályázatok forrásigénye kevesebb, mint a rendelkezésre álló keretösszeg. Tehát, hogy van több olyan cím, ami van például olyan pályázati jogcím, amire egyedül mi pályáztunk. Tehát nekünk van befogadott érvényes pályázatunk. És mondva csinált szakmai indokok alapján van egy 2 milliárdos keret, nekünk van rajta, van benne egy 300 millió forintos pályázatunk, és elutasításra javasolják. Úgyhogy egyetlen egy másik pályázat nincs benne. De van több olyan keret, ahol az összes pályázat az belefér a forrásba, tehát mindenki kaphatna belőle, mindenki kap is rajtunk kívül. Tehát ezek azok a kategóriák, mert ott, ahol forrás túligény van, ott megszoktuk az elmúlt 30 évben, mindig is ez volt a gyakorlat, az egyikben valaki nyer, a másikban egy másik önkormányzat, ez még azt gondolom, hogy valamilyen módon méltányolható, hiszen teljesen természetes módon általában az önkormányzatok sokkal több pályázatot nyújtanak be, mint amit aztán megnyernek. Ez egy teljesen természetes velejárója a pályázatoknak. De az, hogy ahol a források abszolút rendelkezésre állnak, és mindenki más megkapja ezt, csak egyedül mi nem, hát ott nehéz azt mondani, hogy hát nincsen mögött semmilyen más szándék. Annyit még a pályázatokkal kapcsolatban azért szeretnék elmondani, kicsit pozitívabb hangvételűre véve a folyamatot, hogy a nyár folyamán ugye a könyvtár épületét már jeleztem, hogy egy beruházás elindult és a nyilázárok cseréje folyamatban van. Ez saját erőből teremtette meg az önkormányzat a saját forrásainak a terhére, és a nyáron azért több beruházás el fog indulni, ami részben érinti a városlakókat, vagy már tapasztalták, vagy tapasztalni fogják. Ugye, ami folyamatban van a iskolaúti óvodának a bővítése, az arra lakók érzékelik is, hiszen ott a forgalmi rendet is máshogyan kellett egy kicsit szabályoznunk. Telév intenzív munka folyik mind az épületen, és hamarosan az udvar átalakításán is, hiszen azt a nyár végére be kell fejeznünk. Napokon belül elkezdődik a zeneiskolának, művészeti oktatási intézménynek a teljes felújítása is. Ezt is úgy szeretnénk megvalósítani egyébként, hogy azok a belső felújítások, ami szükséges ahhoz, hogy szeptemberben induló képzések el tudjanak kezdődni, azok megtörténnek, tehát szeptembertől ugyanúgy működik a zeneiskola. Persze külső homlokzati felújítások és egyéb technológiai fejlesztések még lesznek, de nem kell eltolni az iskola kezdést a felújítás miatt. Remélhetőleg rövid időn belül megkezdődik a fájúti körforgalom beruházásához a megvásárolt ingatlanoknak a bontása. Ott most a közmű leszerelések, kiváltások egyeztetése folyik, és aztán elkezdjük a megvásárolt épületek bontását, és az alatt ki lesz választva a kivitelező, aki a körforgalmat fogja építeni. A befejezési határidőre itt még nem tudok időpontot mondani. Az viszont biztos, hogy ez egy olyan körforgalom építés, ahol a forgalom terelés nem megoldható, hiszen az Árpád utca forgalmát azt a város irányába ugyan el lehetne éppen terelni, a Sóhordó, Vágóhíd Sóhordó irányába, de az egy olyan életveszélyes forgalom túlterhelés lenne az önkormányzati úton, amit szerintem nem megoldható. Ezért úgy lesz a körforgalom építése, hogy egy folyamatos forgalomirányítás mellett át lehet haladni majd ezen a csomóponton.
És hát valamikor az év, az iskola kezdésre, valamikor szeptemberre a gimnázium felújítása, bővítése, tornacsarnokának a megépítése is be fog fejeződni. Úgyhogy több fejlesztés van a városban, ennek megfelelően kellő körültekintéssel közlekedjenek a városlakók, és köszönjük szépen a türelmüket ezzel kapcsolatban. Nulladik napirendi pontban döntést igénylő kérdésekkel kapcsolatban kiküldtük az anyagokat. Az első ilyen ingatlannal kapcsolatos döntés, vagy két ülés közötti anyag, ez a Nyírbátori Labdarúgó Klub egy KFT-t hoz létre az üzemeltetéssel kapcsolatban, és ennek a sporttelepen történő bejegyzése, ennek a hozzájárulását igényli. Ugye a sporttelep egyébként is át van adva az Egyesületnek üzemeltetésre, teljesen észszerűnek tűnik, ők működtetik, hogy a általuk létrehozott KFT-nek a székhelye is oda legyen bejelentve. Kérdezem a tisztelt képviselőtestületet, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés. Baracsi Lajosnél kész szót parancsolj. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Az előterjesztésben az szerepel, hogy a KFT működésének időtartamára ingyenesen biztosítaná az önkormányzat a területet. Határozatban viszont ez így nincs benn, hogy ezt nem tudom, be kell oda helyezni. Tehát azért kérdezem, hogy ez nem tudom, hogy szükséges-e. Köszönöm. Igazából itt arról van szó, hogy az Egyesület használja ingyenesen a teljes létesítményt, és gyakorlatilag, amikor az Egyesület egy saját KFT-t jegyez be, akkor ez a használat tekintetében azt jelent, hogy ott valamilyen irodában működik a KFT-nek az adminisztratív tevékenysége is, ahol az Egyesület is működik. Mivel az Egyesület ingyenesen kapja, ilyen szempontból a KFT is kvázi adminisztratív feladatokra használja. Tehát ez most nem arról szól, hogy a KFT egyéb ottani létesítményeket használ ingyenesen, és azt külön rögzíteni kell. Azért nem szerepel így benne. Amennyiben tovább észrevétel nincs, akkor kérem, a javaslatról szavazzunk. Megállapítom, hogy egyhangulag 10 igen szavazattal elfogadásra került. A következő napi rendi ponton belüli döntést igénylő kérdés a polgármesteri szabadságütemezésre vonatkozik. Ezt részletesen nem kívánom ismertetni, kérdezem, hogy van-e hozzászólás, észrevétel. Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Megállapítom, hogy egyhangulag 10 igen szavazattal elfogadásra került. A következő a Fagyöngyógypedagógiai Központ támogatásáról szól. Ez az 1 millió forint egyszeri összegű visszanemtérítendő támogatás nyújtása működési kiadásokra. Ugye itt azért szükséges direkt testületi döntés, mert alapítványról van. Nem? Költségvetésben tervezve van, de külön szerződést kell rákötnünk. Igen, most már látom. Bizottság ezt nem tárgyalta, ugye, Valika? Szociális bizottság tárgyalta. Parancsoljon, elnök úr. Köszönöm szépen. Mind a kettő, mondom egyszerre, mind a kettő támogatási szerződést egyhangú igen szavazattal támogatja. A bizottság is támogatást javasolja. Köszönöm szépen. Akkor első körben a Fagyöngy Gyógypedagógiai Központ, az Egyenlő Esélyt Egyesület támogatásáról döntsünk. Megállapítom, hogy egyhangulag 10 igen szavazattal elfogadásra került, és hasonlóan, ahogy képviselő úr is mondta, a Mini Manó Falva Egyesület, ez gyakorlatilag a Damjanics utcán működő családi bölcsöde, amit szintén a költségvetésünk terhére 1 millió forint működési kiadások támogatására kötünk szerződést, ennek a jóváhagyásáról szavazzunk. Megállapítom, hogy egyhangulag 10 igen szavazattal elfogadásra került, és igen, negyedik pontként, ez egy viszonylag rövid előterjesztés, majdnem átcsúszott rajta a szemem, kicsit hosszabb szóbeli kiegészítést teszek. A képviselőtestület korábban foglalkozott több ízben a közbiztonság kérdésével.
ami több lépcsőből állt, térfigyelőrendszer, diszpécser központ és a többi mezőri szolgálat felállítása, rádiós URH hálózat kiépítése, és ennek egyik pontja volt a polgárőr egyesülettel, a városi polgárőr egyesülettel egy sokkal szorosabb együttműködési megállapodás. Mi akkor készítettünk egy olyan általános együttműködési megállapodást, amit egyébként alá is írtunk a polgárőr egyesülettel, nincsen semmi baj, mindenki túlélte, rendben van. Egy olyan általános megállapodást, hogy az önkormányzat minden felmerülő működési kiadásait megtéríti, és együttműködünk a polgárőr egyesület taglétszámának bővítésében, annak érdekében, hogy egy nagyobb létszámú, jól működő, a város közbiztonságához nagyobb mértékben hozzájáruló polgárőrség alakuljon ki a városban. Sokan jelentkeztek is egyébként első körben, majdnem egy olyan 20 pár fős első ütemű bővítést szerettünk volna megtenni, ami a jelenlegi 10 pár fős létszámhoz képest azért egy elég jelentős növekedés lett volna első ütemben. Sajnálatos módon azt tapasztaltuk, hogy bár mi megküldtünk minden adatot, és ugye úgy indulna ez a folyamat, hogy ezeknek a személyeknek, akik jelentkeznek polgárőrnek, felvételt kell nyerniük az egyesületbe. Sajnos az elmúlt hónapokban mindenfajta indokkal aztán odáig jutott a dolog, hogy most már nem is tudjuk elérni az egyesületet, és igazából nem hívtak össze taggyűlést, közgyűlést, ugye az újonnan jelentkezett tagok nem tudnak belépni az egyesületbe, bojkottálják ezt a fajta folyamatot, és ez odáig fajult a legutóbb, hogy amikor ugye városi rendezvényen a polgárőr egyesület szokott velünk együttműködni a rendezvény biztosításában, amikor a kollégáim keresték a helyi parancsnok urat, akkor gyakorlatilag finoman szólva elküldte őket, hogy nem kíván ezzel foglalkozni. Tehát ez azt jelenti, amitől a legkevésbé, vagy leginkább tartottam, és azt látszik bekövetkezni, hogy ezzel a jelenleg működő polgárőr egyesülettel azt a fajta aktív együttműködést sajnos nem tudjuk megvalósítani, ami számunkra és a város számára jó lenne, vagy hasznos lenne, és ezért ezek a magánszemélyek kezdeményezésére egy új polgárőr egyesület létrehozása fog megtörténni, amelynek a működéséhez két dolog szükséges, egyfelől a névhasználat kapcsán a Nyírbátor szó szerepel az egyesület tervezet nevében, azt hiszem, másfelől pedig székhely, kérem, mi a kulturális központban van. Ebben a két tekintetben kell nekünk engedélyeznünk a névhasználatot és engedélyezni a székhely bejegyzése kapcsán. Annál is inkább, mivel a diszpécser központ a kulturális központban működik, és ott van olyan iroda kialakítva, amit annak idén fel is ajánlottunk, hogy a polgárőr egyesület is használhatja székhelyként, vagy működéséhez, oda szeretnék ezt az új egyesületet bejegyezni. Kérdezem a képviselőtestet, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, akkor szavazzunk. János. Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangulag 9 igen szavazattal elfogadásra került. És most pedig a 0. napirendi pontot kérem egyben is szavazzuk meg. Megállapítom, hogy egyhangulag 9 igen szavazattal elfogadásra került. Az első napirendi pontunk pedig a Nyírbátor 2017 évben végzett vízi közműszolgáltatásra vonatkozó előterjesztése, ahol az előadó, az előterjesztő a közszolgáltatási bizottság. A napirend tárgyalásakor természetesen köszöntöm a nyírségvíz képviseletében Könnyű Zsolt gazdasági vezetőt, és a szakma képviseletében, ha lehet így fogalmazni, a szokásoknak megfelelően nagyon széleskörűen reprezentálja a különböző ágazatokat a cég. Galambos Sándor, Szalai Sándor urat köszöntöm, Gálné Gáspár Gabriellát, a helyi vízágazat, és Márkus Szabolcs György urat pedig a helyi szennyvízágazat képviseletében. Nyilvánvalóan, ha erős szakmai vitára kerül a sor, akkor a képviselő testület
kellően alul van reprezentálva ezekben az ágazatokban, de remélhetőleg idáig nem kerül, nem jutunk el. De köszönöm szépen, hogy ilyen szép számban itt vannak, és ha felmerülnek kérdések, akkor nyilván első kézből tudnak válaszolni. Én az előterjesztőnek adom meg a szót, a Közszolgáltatási Bizottság elnöke, Polyák László parancsolj, tiéd a szó. Tisztelt polgármester úr, kedves vendégek! Bizottságunk megtárgyalta az anyagot, és elég hosszasan beszélgettünk róla. Hál' Istennek szintén Sándor részt vett, illetve Szabolcs a bizottságülésen, ahol egészen mélyen foglalkoztunk az elmúlt időszakkal. Ugye 2008 óta foglalkozik, illetve adtuk át a tulajdonunkat a használatra a Nyírségvíz ZRT-nek, és napjainkban kimagasló eredményt értek el, főleg a ivóvíz ágazatban. Ez tapasztalható akkor, amikor kinyitjuk a csapjainkat otthon, és fogyasszuk ezt a terméket. Én úgy fogalmaztam és fogalmazok, hogy ez az a szolgáltatás, amikor minden nap találkozunk vele. Főleg azért, mert mint egy élvezeti cikk, ugye, amikor fogyasztuk ezt a víz minőséget, illetve a vizet. Korábbi években tapasztalható voltak olyan negatív jelzések és kritériumok, hogy fogyasztása alkalmatlan volt. Sokszor azt mondtuk, hogy csak kocsit mosni jó, mert ugye szakhatása volt. Nyilvánvaló a technológia, amit most legutóbb 3 év megtörtént a beruházás, ez kiküszöbölte. A bizottságunk többször is volt látogatni magát a Nyírbátori vízművet, és megtapasztaltuk, hogy bizony a víz minősége óriási növekedett, és mint használati értéke szintén magasra került. Megállapítható az anyagból, ugye, hogy a bizottságon is elhangzott, hogy közel 20 millió forint kintlévőség van a vízágazatban, ami ugye csatlakozik, ha belegondolunk, ez részese, mint fogyasztó, aki fizeti magát a vízfogyasztást, ez tapasztalható a szennyvíz résznél, és még ugye, ahogy beszélgettem korábban Gabriellával, hogy végül is a fogyasztó egy összeget fizet, ő nem látja ezt a ágazati különbséget. Nyilvánvaló, hogy ekkor, amikor van egy beszámoló, akkor kitűnik, hogy főleg a veszteséges része a víz, az ivóvíz ágazat. De összességében, ha nézzük, de nem vagyok gazdasági szakember, maga az itteni működés így összehozva már nem negatív, hanem csak maga az ivóvíz része. Megállapította a bizottság, hogy nagyon sok helyen az elmúlt időszak alatt kiépültek ez a szivacsos dugózás, ugye ez a lebegő vízszennyezéseknek az eltávolítására szolgáló technológia. Több helyen épült meg ez a szivacs kivételező hely, amely szintén szolgálja a különböző területen a víz minőségétnek a javítását. Szintén megállapítottuk, hogy annak ellenére, hogy nagyon sok helyen kicserélte a Nyírségvíz ZRT a fő nyomócsöveket, de nagyon sok helyen még tapasztalható, hogy nincsenek kicserélve műanyag falu vízvezetékrendszerre, és emiatt is ugye vannak olyan problémák, ahol ez fellelhető a vízminőség miatt. Szintén megállapítható, hogy amit már korábbi években is, illetve legutóbbi beszámolóan is megbeszéltük, akkor lenne igazán magasabb szintű növekedés a víznek a minőségében, ha lakótelepeken a felszálló ágak, a standokat ki tudnánk könnyen cserélni. Nem egyszerű a feladat, és ez óriási összeget, óriási teher a lakosság számára, mint a kivitelező, illetve a fenntartó számára. Ugyanez értendő a kertes lakásoknál, a fővezetéken túli, ugye az magán csővezeték, hogy azokat is a kicserélnék. Összességében megállapítható, hogy az elmúlt 3 év alatt a Nyírségvíz ZRT nagyon nagy munkát végzett, ami az anyagból is kitűnik, mindaz a lakosságnak a szolgálatában, és nem beszélve arra, hogy ez egy dolog, hogy elérte a Nyírségvíz ZRT a legutóbbi projekt beruházásával, hogy a víz minőségén javítása, de a szinten is kell tartani. Ezt is megbeszéltük. Másik, ami szintén az anyagból kitűnik és tapasztalható, hogy nem csak a Nyírségvíz ZRT-re, hanem a 10%-os rezsicsökkentés, ugye, amely végülis a lakosságnak kedvezne, de teher a szolgáltatónak. Ugyanezt tudnám ide sorolni a közműadót. És olyankor elgondolkozik az állampolgár, illetve a fogyasztó, hogy akkor most, amikor történik egy ilyen fogyasztói árképzés, hogy akkor vajon most
honnan kerül vissza ez a elég jelentős összeg a különböző cégeknek, nem csak a nyírségvíz ZRT-re gondolok. Nyilvánvaló, hogy ez óriási teher a cégek számára. Ez a kedvezmény szolgáltatás, illetve maga ez a közműadó, érdekes dolog, aki kitalálta, biztos, hogy nagyon sokat gondolkozott rajta a közműadón, hogy hogyan lehetne még jobban préselni a cégekből ki a pénzt, illetve a fogyasztókból. Ez magánvélemény volt. A másik pedig a nyírségvíz ZRT használatában lévő nyírbátori vízműtelep, elnézést, ha rosszul fogalmaztam. Ugye az ottani felhalmozott érték az a Nyírbátor város önkormányzatáé. Hogy legutóbb is jártunk, vagy jártam kint a vízműtelepen, van egy körülbelül 100 méteres szakasz, amely nagyon-nagyon csúnya útszakasz, és én javaslom azt a tisztelt képviselőtestületnek, hogy vizsgáljuk meg ennek a útjavítását, hogy ne legyenek olyan problémák, hogy ha valaki egyáltalán járművel közelíti meg a területet, illetve a vízműtelepet, vagy ne talán a mi vízműtelep, mi tulajdonokat képző járművek hagyják el, vagy közelítik meg, mert én azt mondom néha, hogy ha bárhol, de akkor itt helyre kell tenni az útnak a minőségét, nem beszélve arról, hogy ebből adódóan bármilyen probléma adódhat úgy a járműveknek a használatában. Egyelőre mást így nem állapítottunk meg, viszont azt még egyszer le kell szögezni, hogy a vízminősége óriásit növekedett, főleg a használat és élvezeti értéke. A bizottságunk a tisztelt képviselő felé, testület felé elfogadásra javasolja a 3 éves beszámolót a nyírségvíz ZRT-től. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Sok mindennel én sem kívánom kiegészíteni. Nyilvánvalóan azt szoktuk mondani, hogy egy szolgáltatás akkor működik jól, ha nem hallunk róla. Az alapvetően már egy jó jel. És én azt egy nagyon nagy eredménynek gondolom, hogy a korábbi időszakban folyamatosan jelenlévő rossz víz, ivóvíz minőségre érkező panaszok azok, nem tudom, hogy vannak-e, egy biztos nálam nem csapódnak le. Vagy azért van így, mert a szolgáltató kezeli, vagy azért, mert lényegesen kevesebb, de ebből a szempontból mind a kettő azt gondolom, hogy eredmény. Korábbi időszakban valóban voltak ezzel problémáink, és mára ezek nagyon jól megszűntek. Nyilván bíztunk ebben a két nagy projektünk kapcsán, a szennyvíz és az ivóvíz rekonstrukció kapcsán, de azért az emberben mindig vannak kétségek, hogy vajon az, amit várunk egy projekttől, az aztán utána teljesül is, és én azt gondolom, hogy itt ez a része, ez maximálisan teljesült. Amit még én szeretnék kiemelni, mert szerintem ez legalább ennyire fontos, hogy a közműszolgáltatóval a város együttműködése az kimagaslóan jó minden tekintetben, adminisztratív együttműködés, hatósági, jogi dolgokban és egyébként üzemeltetés tekintetében is, és én ezt nagyon fontos dolognak tartom, mert problémák mindig voltak, a jövőben is lesznek, de ha két fél konstruktívan áll hozzá, akkor ezeket mindig könnyebb megoldani. Amit képviselő úr jelzett, a hatósági ár és az egyéb dolgok vonatkozásában, az nyilván messzebbre mutat ettől a történettől, hiszen ez nem csak az ivóvíz és a szennyvíz ágazatot érinti, hanem ez érinti a hulladékszolgáltatást, egyéb közműszolgáltatásokat is, és ami a leginkább nehéz ebben a dologban, hogy borzasztó aranytalanságokat mutat. Ugye a mi beszámolónk most igazából csak és kizárólag a nyírbátori üzemeltetésre vonatkozik ebben az esetben, tehát ez nem a kvázi a nyírségvíz beszámolója, hanem ez csak egy városi üzemeltetésre vonatkozó beszámoló. Az látszik ebből az anyagból, hogyha valami számokat is akarunk mondani, hogy nyilván az ivóvíz ágazat az üzemi eredmény tekintetében folyamatosan egy minimális veszteséggel működik, amit ha lehet így fogalmazni, akkor a szennyvíz ágazat valamelyest próbál korrigálni, de nyilván a Kft. Szempontjából mi azért csak egy nagyon kicsi szelete vagyunk az ő gazdasági tevékenységüknek, és összességében azért az elmondható, hogy a közműszolgáltatók ma Magyarországon nincsenek annyira megbecsülve, mint amennyire kellene, és ez nem azért fontos nekünk adott esetben, hogy a nyírségvíz most gazdaságilag mennyire érzi jól magát, vagy nem, mert ez egy sokféleképpen meg lehet fogalmazni, hanem azért, mert ezekre a közműszolgáltatókra hatalmas
feladat hárul két tekintetben, ahogy képviselő fogalmazott, ő úgy fogalmazott, hogy egy élvezeti cikkről van szó, én ezeket inkább ilyen alapellátásnak gondolom. Abban a tekintetben nyilván értem a megfogalmazást, hogy a minősége nagyon meghatározó, hogy milyen minőségben működik a szolgáltatás, és ilyen szempontból ez egy hatalmas felelősség, hiszen nap mint nap használjuk ezeket a közműveket. A másik pedig az, hogy egy hatalmas összegű vagyon van rábízva ezekre a közműszolgáltatókra, és azt, hogy ők ezt milyen mértékig tudják megóvni az unokáinknak, vagy tovább megyek, az, hogy meg tudnak-e történni a következő 5-10-20 évben azok a technológiai fejlesztések, amik nem csak arra elegendőek adott esetben, hogy mondjuk ha ki kell cserélni egy rossz minőségű csövet, akkor ki legyen cserélve, hanem hogy a kor kihívásaival tudjon haladni, és mondjuk 20 év múlva ez a hálózat ugyanolyan korszerű legyen, mint mondjuk Csehországban vagy Németországban, ahhoz óriási pénzeket kell investálni egy ilyen hálózatba. Na most az egészen biztosan látszik, hogy a jelenlegi díjtételek mellett a szolgáltató ilyen léptékű önerős beruházásokat nagy valószínűséggel nem fog tudni megtenni. Az is sok esetben erőn felül energiákba kerül, hogy a szükséges amortizációt megképezze és ráfordítsa a rendszerre. Én azt gondolom egyébként, hogy a szolgáltató jó gazdája az önkormányzati vagyonnak, és ez fontos kimondani, de nyilvánvalóan pont azzal, mert az árak hatóságilag be vannak szabályozva, és látjuk, hogy azért a jövőben ilyen léptékű uniós forrásokra már nem lesz lehetőség, mint amire eddig volt. Az egy nagyon nagy kérdés hosszú távon, hogy mondjuk 10-20 év múlva ezek a közműhálózatok mennyire lesznek jó állapotban, és mennyire lesznek modernek, ami egy teljesen más fogalom az én értelmezésemben, mert ma még nem tudjuk, hogy ezek a területek milyen modernizáción, technológiai fejlesztésen mennek keresztül, és én azt gondolom, hogy a nyírbátori emberek, vagy a magyar emberek, mondhatjuk így is, ugyanúgy jogosan formálnak igényt, hogy a közmű szolgáltatásaik azok ugyanolyanok legyenek, mint egy Angliában, vagy Franciaországban, vagy Németországban élő embereké. Úgyhogy ebben vannak nekem némi kétségeim, de hát ezt nem ennél az asztalnál fog eldőlni, én azt gondolom. Németh Attila, a polgármester úr, kész szót, parancsolj. Köszönöm. Az előterjesztésben egy rövid idézetet szeretnék tenni. Nyírségvíz városunkban 2008. január 1-től szolgáltat. És csak azért említem, hogy most jubileum van, 10 éve szolgáltat a nyírségvíz a városban, és ülünk itt a testületben néhányan, akik annak idején ezt a üzemeltetési formát támogattuk, hogy a nyírségvíz vegye át nyírbátori ivóvíz szolgáltatást. Itt mindenféle pozitív dolog elhangzott polgármester úr részéről és a bizottság részéről is. Én javasolnám, hogy a határozati javaslatot egészítsük ki ennek megfelelően azzal, hogy a képviselőtestület köszönetét fejezi ki a 2008 óta végzett színvonalra szolgáltatásért a Nyírségvíz ZRT jelenlegi és korábbi vezetésének, valamint valamennyi dolgozójának. Én úgy gondolom, hogy rászolgáltak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és akkor felteszem a kérdést először a képviselőtestületnek, hogy bárkinek van-e az anyaggal kapcsolatban kérdése, észrevétele. Akkor ez egy nagyon jó hír, hogy nincs, mert azt gondolom, hogy ez azt jelenti, amit én az elején mondtam. A másik kérdésem az pedig a Zsolthoz, hogy szeretnéd-e bármivel akkor kiegészíteni az anyagot, parancsolj. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtestület. Hát nagy öröm számunkra, hogy meghívtak és ilyen elismerő szavakkal illették a szolgáltatást, a víziközmű szolgáltatást. Azt gondolom, hogy megéri sokat és jól dolgozni, hiszen ilyen eredményei vannak, amiket önök felénk jeleztek. Ugyanezt el tudom mondani, hogy a felhasználók, a közület és a lakossági felhasználók is megelégedettséggel vannak a szolgáltatásunkkal kapcsolatban. Azon leszünk, hogy ezt a jövőben is fenntartsuk, hát igyekszünk javítani még, ezen minden el lehet. Természetesen nehéz időszakban vagyunk, túl fogjuk élni, azt gondolom, hogy következetesen kemény munkával ezt túl lehet élni. Két dologgal szeretném még kiegészíteni az előterjesztéseket, illetve a hozzászólásokat, hogy ezt a bevételt, amit mi igyekszünk a közműszolgáltatásra visszafordítani nagy részt, másrészt pedig fejlesztésekre. Nagyon nehéz beszednünk. Nyírbátor térségében, Nyírbátor városában pontosabban 62% körül van a beszedettségi arány, tehát akik elsősorban fizetnek, első körben fizetnek, általában a cég szinten 70%, de ahogy polgármester
polgármester úr is említette, jó a város és a szolgáltató közötti együttműködés a követeléskezelés tekintetében is. Nyilván, hogyha több forrás lenne a városnak támogatásokra, akár a lakhatási támogatás, vagy a közös alapítványba történő befizetése, akkor a nyírségvíz is hozzáteszi ugyanazt az összeget, és ezzel tudjuk támogatni, akik talán erre jelen pillanatban nem képesek. Egy másik megjegyzés pedig, illetve kiegészítés, hogy a beszámolónk végén ugye jelentős forrás többlet képződött a város víziközmű eszközeivel kapcsolatban, tehát a pótlási fedezet egyrészt értékcsökkenés, másrészt pedig a bérleti díj, amit nem költöttünk el. Ennek indoka az volt, hogy 2015-16-ban ugye projektek működtek, és hát azokat a fejlesztéseket célszerű volt projektből megfinanszírozni. Egyébként meg a második napirendi pontként tárgyalásra kerülő görülő fejlesztési tervben pedig 15 év vonatkozásában ezeket a forrásokat szépen beütemeztük. Mondhatom azt, hogy egy része a jövőbeni fejlesztéseknek már most rendelkezésre áll, és ez bizakodásra adhatok oda, hogy a szolgáltatást továbbra is magas színvonalon tudjuk végezni. Köszönöm szépen még egyszer a elismerő szavakat a cég nevében. És elnézést kér vezérigazgató azt, hogy nem tud itt lenni. Én sajnálom, hogy ezeket a szavakat ő nem hallotta, amit önök felénk tolmácsoltak. Köszönöm szépen. Határozatban benne lesz, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kiegészítést. Valóban én azt gondolom, bár igazából az a következő napirendi pontunkhoz tartozik, hogy valóban az is egy fontos dolog, hogy nem csak a szolgáltatásban, hanem a karbantartás esetleges fejlesztések kapcsolatában, tekintetében is jó az együttműködés. A pozitív gondolatokat meg ma azt gondolom, hogy majd tolmácsoljátok vezérigazgató asszony felé. Nyilván a cégnek azért nagyon sok szerteágazó feladata van, sok településen szolgáltat. Én, ha lehet egy mondattal lezárni, mivel továbbra sincs jelentkező, én csak azt kívánom a cégnek, hogy hagyják, hogy ezt a szakmai munkát a jövőben is kellő függetlenséggel és szakmai alapon tudja végezni a jövőben, és akkor azt gondolom, hogy hosszú távon nincs ezzel az ágazattal gond, és a fejlesztési és egyéb dolgokat pedig a jövőben is a városban azt gondolom, hogy tudjuk kezelni. Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, akkor az alpolgármester úr által javasolt kiegészítést, amit én befogadok, tehát külön nyilván nem fogunk erről szavazni, azzal a kiegészítéssel, tehát megköszönve a valamennyi dolgozó munkáját és az elmúlt 10 év eredményeit, kérem, fogadjuk el a határozati javaslatot. Megállapítom, hogy 10 igen szavazattal elfogadásra került, és ahogy gazdasági igazgató úr is jelezte, következő napirendi pontunk még szintén a szolgáltatáshoz kapcsolódik, gördülő fejlesztési terv. A képviselőtestület tudja, ismeri, hogy a városnak alapvetően mind a szennyvíz, mind az ivóvíz ágazatra létezik egy 15 évet magába foglaló gördülő fejlesztési terve, amelyet a képviselőtestület jóvá hagy, és mint ahogy általában a tervek velejárója, hogy folyamatosan változik. És ez egy ilyen szolgáltatásnál teljesen rendben van. A mostani anyagnál igazából egyetlen egy tétel, műszaki tétel változik. A műszaki tartalomban én nagyon nem mennék bele. Ami ebből nekünk fontos, hogy a Radnóti utcán történik egy szennyvízgerinc rekonstrukciója. Mindez oly módon, hogy az utat nem kell hozzá felbontani, és ez számunkra megnyugtató, tehát ez egy ilyen különleges technológia. Ennek a beruházásnak a költsége 25 millió forint, és ezt kell nekünk 2018. évre jóvá hagyni. Amit én még itt szeretnék elmondani, és azért nem mondtam már az előző napi rendnél, mert azt gondoltam, hogy ide jobban illeszkedik, tovább biztosítva vagy megalapozva a mi jó együttműködésünket, hogy nagyon sok olyan városban történő fejlesztés van, amiben a nyírségvíz jól együttműködik velünk, vagy közreműködik velünk. Ha csak most két példát kell megemlítsek, akkor például ugyanilyen volt a Rosenberger gyárnál a közmű kiépítése, amit a nyírségvíz biztosított, és ugyanilyen jó az együttműködés például a ma tárgyalt, vagy említett fájúti körforgalom kapcsán, szintén a közművek rekonstrukciója kapcsán, amit a nyírségvíz
kvázi megold a beruházás alatt. Hát ebben még lesznek majd időpont, meg egyéb technikai egyeztetéseink, de ahogy jeleztem, ez jól szokott nálunk működni. És az is egy fontos dolog, hogy nyilván a jövőben is tervezünk egyéb út felújítási dolgokat. Most nem voltunk könnyű helyzetben, mert nyilván a projektek bírálata kapcsán nem tudtuk, hogy mi lesz, mi nem lesz. Most már látjuk, hogy mi nem lesz. Azt még mindig nem tudjuk, hogy mi lesz. De hogy valamilyen egyeztetés szükséges a jövő évekre vonatkozóan, hogy ahol azért az önkormányzat felújítja az úthálózatot, ott szerencsés szakmailag, ha megelőzi az alatta a közmű rendbetétele. De én azt gondolom, hogy ahogy eddig, a jövőben sem lesz ezzel semmiféle gond, tehát nagyon jó az együttműködés. Nem tudom, hogy bárki szakmai értelemben az általam elmondott viszonylag egyszerű megfogalmazást ki tudja egészíteni, hogy mi történik pontosan, és aztán, ha van kérdés, akkor válaszolom. Parancsolj, Sándor. Néhány gondolatot fűznék, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Annyit fűznék hozzá, hogy kb. 50 km csatornahálózata van Nyírbátorvárosnak, ebből 1 km betoncsatorna, kb. 4 km aszbesztcement és a többi KMPVC, tehát műanyag hálózat. Igazából a 70-es években épültek ezek a csatornahálózatok, mármint a beton, illetve az aszbesztcement. Ezek az idő asfoga kikezdte, ezért szükség van a rekonstrukcióra. A városnak, illetve annak idején a társulatnak sikerült pályáznia, és egy csatornahálózatvizsgálót sikerült beszerezni. Ennek kapcsán elindult a csatornahálózat teljes felülvizsgálata. Körülbelül 10%-ánál tartunk a Nyírbátor város vonatkozásában. Ennek az eredménye az, hogy ebben az évben akkor elindítjuk a csatornának a rekonstrukcióját is. Itt az első ütemben ezt a 348 folyóméter betoncsatornát feltárás nélküli technológiával kivéleljük. A következő 19-es évre pedig a fennmaradó részt fogjuk betenni, és azt követően szépen, ahogyan a pénzügyi források rendelkezésre állnak, elkezdjük az aszbeszement csatornahálózatoknak a rekonstrukcióját is. Ennyit szerettem volna kiegészíteni. Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt képviselőtestületet, hogy van-e kérdés, észrevétel. Polyák László, parancsolj. Tisztelt polgármester, kedves vendégek. Csak röviden, mert a bizottságunk ezt is tárgyalta, és egyértelmű, hogy támogatja a tisztelt képviselőtestület felé, hogy ez a tervmódosítás megvalósuljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés, észrevétel. Amennyiben nincs, akkor a gördülőfejlesztési terv jóváhagyásáról szavazzunk. Megállapítom, hogy egyhangulag 10 igen szavazattal elfogadásra került, és 5 perc szünetet rendelnek el. Köszönöm. A szünetet követően folytatjuk a képviselőtestület ülését a soron következő napirenddel. A módosított napirendi javaslatnak megfelelően a eredeti 4-es, soron következő 3-as napirendi pont következik. Előterjesztés, költségvetés, önkormányzat 2018 évi költségvetésének és költségvetés végrehajtása szabályról szóló rendelet módosítására. Itt sok meghívott vendég van, köszöntök mindenkit, intézményvezetőket, kisebbségi önkormányzat, roma nemzetiségi önkormányzat vezetőjét. Könyvvizsgáló nem tudott eljönni, de természetesen a kollégák kiosztották az általa készített és aláírt könyvvizsgálói jelentést. A napirend költségvetési rendelet módosításánál a szokásos módon, és ennek megfelelően próbálom összefoglalni is az előterjesztés szövegét. Általában több dologból áll egy költségvetési rendelet módosítása. Részben tartalmazza a képviselőtestület költségvetést érintő korábbi döntéseinek az átvezetését, ez tételesen fel van sorolva. Részben tartalmazza a különböző átruházott hatáskörben történő módosításokat, és nyilvánvalóan van tételesen szerepel benne döntést igénylő kérdés is, amelyet a jelenlegi költségvetésnél, módosításnál fogunk jóvá hagyni. A napirendet a pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök asszonynak megadom a szót, parancsolj, Valika.
Tisztelt képviselőtestület, tisztelt polgármester úr, bizottságunk megtárgyalta az adott előterjesztést. Megállapítottuk, hogy a 2018. február 28-án elfogadott költségvetésünket, ugye egyszer már módosítottuk egy alkalommal, márciusban, amikor elsősorban a 2017 évről szóló gazdálkodási beszámoló kereteiből adódóan, főleg a pénzmaradványnak a beépítése került a megfelelő helyekre. Most ez a második módosítása a költségvetésnek, mint ahogy polgármester úr is említette, itt több részből áll, a március óta hozott testületi határozatoknak a beépítéséből, az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott határozatokból adódó pénzügyi feladatok beépítéséről, az átvett pénzeszközöknek a szintén beépítéséről, amelyek elsősorban pályázatokhoz kapcsolódnak, így az önkormányzati géppark fejlesztése, aztán működési támogatás, népzenei közösségeknek a támogatása, ezeknek az összegének a beépítése, aztán az átcsoportosítások, három ilyen átcsoportosításunk van, a zöld felület kezeléséhez kapcsolódó gépbeszerzés, a könyvtár felújítása kapcsán egy klímarendszernek a beépítése és az iskola utcai óvodánál az udvar bővítésnek a költsége. És végül tartalmazza az anyag a döntést igénylő feladatokat, ezeknek a pénzügyi kihatásait. Aztán van egy igazából lexikális módosítás. Kézen közön akaraton senki nem vette észre a költségvetés elfogadásánál, hogy ugye azzal szemben, hogy a mi rendeletünk azt tartalmazza, hogy a polgármester átruházott hatáskörben a költségvetési főösszeg 2000-ékéig hozhat döntéseket, és ott 2% került be, és hát senki nem vette észre. Na tehát ezt is módosítani kell nyilván a mai anyagunkban. Szerintem jobb is ez a polgármesternek, mert azért 2% a sokkal nagyobb felelősség. Na tehát ez 2000-ék. A költségvetésünknek az eredeti összege, amely 5.488.543.791 forint volt, most összességében az elsőhöz képest 89.730.318 forinttal nő. Ez azt jelenti, hogy az eredeti költségvetésünk összege 1,6%-kal növekszik. A könyvvizsgálói vélemény most ki lett osztva. A könyvvizsgáló ezt a átcsoportosítást ezzel egyetértett és jóváhagyta. Ezek figyelembe vételével bizottságunk is egyhangulag jóváhagyta és javasolja a képviselőtestületnek elfogadásra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hát valóban itt egy, hogy mondjam, nagyon nagy felhatalmazással működtünk itt az év első felében, mert gyakorlatilag ez a 2% ez azt jelentette volna, hogy a polgármester ilyen nagyságrendileg 110 millió forint erejéig csoportosítgathatott volna itt oda-vissza. Most ebben az évben ilyen mértékű módosításon nem is döntöttünk, én úgy emlékszem, a képviselőtestület sem, nem, hogy a polgármester. Nem éltem vissza ezzel a, hogy mondjam, nagyon megelőlegezett bizalommal, természetesen úgy tekintettük, függetlenül a, hogy mondjam, az egy kis nullának az elírásáról, mert ugye annyi maradt le, a százalék után kell még egy nulla, és akkor az már ezreléket jelent. Természetesen ezt mi a adminisztratív javítás előtt is úgy értelmeztük, ami a korábban is a gyakorlat volt, hogy 2000-elék ez a fajta mozgástere a polgármesternek, ami így is azért 10 millió forint körül összeg, tehát a magas költségvetést figyelembe véve ez itt sem kicsi, és azokhoz a két ülés között felmerülő problémák kezelésére, ami szükséges, ez természetesen azt gondolom, hogy elegendő. De egy dolgot emelnék ki, vagy kettőt, ami nem költségvetési kérdés, vagyis hát a költségvetést érinti, de inkább a tartalma miatt említeném meg. Az egyik, hogy valóban van egy nagy projektünk, ami a múltkor is kérdéses volt, és most is még a vagyonos napirendnél fogunk ebben dönteni, ez a napelemparknak a kialakítása. Azért azt látni kell, hogy ez egy 40 hektáron megvalósuló, 28 darab önálló fél megawattos naperőművet, napelemparkot jelent. Ez egy, hogy mondjam, nagyon, nagyon merész vállalkozás, de a város már hozzászokhatott ahhoz, hogy Nyírbátor belemer vágni ilyen merész vállalkozásokba, és mivel ez egyébként zárt ülésen lesz a vagyonos része tárgyalva, én csak azért említettem itt meg, hogy ebben nagyon sok embernek a munkája van benne,
az előkészítő tárgyalásokban, a megvalósításban, a pályáztatásban, a földhivatali ügyintézésben és minden egyébben, ahhoz, hogy egy ilyen projekt végigmenjen. Az egy külön öröm, és nyilvánvalóan az érzékelhető, hogy ilyen léptékű beruházásba a befektetők olyan önkormányzattal szállnak be szívesen, vagy vesznek részt, ahol megfelelő tapasztalat van ilyen ingatlan ügylet végrehajtására, és az egy külön öröm és szerencse, hogy Nyírbátorváros önkormányzatának az elmúlt évek gazdaságfejlesztési projektjei miatt azért van kellő tapasztalata. Még akkor is, ha ez egy kicsit másabb beruházás, egyéb, hogy mondjam, akadályokat is gördített elénk, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jól működő dolog. Nem csak azért, mert növeli a város, vagy csökkenti a város áram kitettségét, vagy növeli a város zöld energiát szempontjából a CO kibocsátási mutatóit, hanem azért is, mert ez a beruházás, ha megvalósul, akkor ez működése során adó formájában, helyi iparűzési adó és egyéb adó formájában azért egy elég jelentős összeggel minden évben hozzá fog járulni a város bevételeihez. És ezek a beruházások azért jók, mert ugye ezek nem egyszeri bevételt jelentenek, hanem minden évben újból és újból a termelő naperőmű az adó formájában a költségvetés stabilitását erősíti. Ezért gondoltam kiemelni. A másik, amit szintén ki szeretnék emelni, az a Adj esélyt a jövődnek program, ez a gyerekesély programnak a folytatása, amiben nagyon sok hátrányos helyzetű gyerekeket vonunk be. Talán a jövő héttől indulnak a nyári táborok ebben a programban. A héten már indultak táborok, és igyekszünk minél több gyereket táboroztatni. A régi roma közösségi ház felújítása kapcsán egy settlement, egy ilyen biztos kezdett ház kerül kialakításra, ahova sok szociális és egyéb funkciót telepítünk. Más programokkal, a szociális szolgálat vezetésével és a hivatal munkatársai együttműködve megszervezzük, hogy bizonyos szolgáltatásokat helyben a roma emberek számára elérhetőek legyenek. Ráadásul egy olyan ingatlan komplexumot hozunk ott létre, játszótérrel, közösségi parkkal és minden egyébbel, ami az ott élő emberek mindennapjait fogja segíteni. És én azt gondolom, hogy ez is egy rendkívül fontos feladat a város szempontjából. Összegszerűségében ez a költségvetési rendeletmódosítás nem számít jelentősnek. Nyírbátor város léptékéhez képest én azt gondolom, hogy nem egy nagy összegű. Ami még látszik a projektben, két olyan említése is van, amit röviden megemlítenék szintén, hogy igyekszünk a tavalyi évi döntésünknek megfelelően egyre több önkormányzati üzemeltetési feladatot gépiesíteni. Ebben a módosításban is látszik két helyen is olyan gépbeszerzés, vagy pályázatból, vagy saját erőből, ami azt célozza, hogy az árkokat, a zöld felületeket, az útpatkákat úgy próbáljuk meg rendbe tenni, hogy megfelelő gépi eszközállomány álljon rendelkezésre, hiszen a közfoglalkoztatási létszám az folyamatosan csökken. Köztudott, hogy most például a kormány egyetlen egy döntéssel a körülbelül 4000 közművelődési, vagy hogy kulturális közfoglalkoztatott munkaviszonyát szünteti meg. Tehát a közfoglalkoztatásban van egy nagyon erős csökkenés, és ezt nekünk a városüzemeltetés tekintetében gépiesítéssel, vagy modernizálással kell tudni kiváltani. Ez a folyamat halad előre. Kérdezem a képviselőtestületet, hogy van-e a rendelet módosítással kapcsolatban bárkinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, akkor a költségvetés rendelet módosításáról szavazzunk. Megállapítom, hogy egyhangulag 10 igen szavazattal elfogadásra került. A következő napirendi pontunk a szociális Nyírbátorváros önkormányzatának 2017 évi szociális gyermekjóléti és gyermekvédeli feladatainak ellátására vonatkozik. A napirend tárgyalásakor nagy szeretettel köszöntöm a Nyírbátori Városi Szociális Szolgálat vezetőjét, Bodónő Erős Rózsa intézményvezető asszonyt. Én azért nem fűznék ehhez most további kiegészítést, mert a napirend előterjesztős a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnök úrnak adom meg a szót, hogy az előterjesztést ismertesse, és aztán majd utána kiegészítem. Parancsoljon. Köszönöm szépen. A bizottság megtárgyalta ezt a szakmai beszámolót, és megállapította, hogy jól szerkesztett, részletes,
alapos beszámoló minden szakmai egységről jól áttekinthető képet ad. Bemutatja a költségvetést, a személyi tárgyi feltételeket, az egyes szakmai egységek munkáját szabályozó rendeleteket, jogszabályokat, a végzett munka mutatószámait és a következő évi célokat és feladatokat is. Az anyagnak külön pozitívuma a 79. oldalon szereplő intézményi egyéb célok és a 6. pontban leírt összegzés. Nagyon logikus, jól felépített. A bizottság mindazonáltal felhívja a figyelmet egy-két olyan dologra, ami az anyagban szerepel tárgyi feltételek vonatkozásában. Itt utalok például a védőnőknél, de tudom, hogy már ennek a megvalósítása folyamatban van. Úgyhogy azért külön nem részletezem. A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja, a szociális szolgálat minden szakmai egységében dolgozó vezetőnek és dolgozónak köszönetét és elismerését fejezi ki, és ezt javasolja a testületnek is. A határozati javaslatot elfogadásra ajánljuk. Köszönöm szépen! Valóban az anyag kellően részletezetten minden területet bemutat, szakmailag is és számszakilag is. Én nem is fogok ennek a részleteibe belemenni, két oknál fogva nem érzem magam szakmailag kellően felkészültnek ahhoz, hogy én itt szakmai értékelésbe belemenjek. Amit viszont szeretnék kiemelni az az, hogy azt követően, hogy a képviselőtestület döntött, hogy létrehoz egy városi szociális szolgáltató intézményt, én azt gondolom, hogy több szempontból is bebizonyosodott ennek a döntésnek a helyessége. Az egyik, ami nagyon fontos, hogy úgy tud működni a szociális szolgálat, hogy elsősorban a városban élők igényeit próbálja kielégíteni, és ez egy nagyon érzékeny terület, és itt nagyon fontos, hogy megfelelően időben történjenek a reagálások a felmerülő problémákra. Rengeteg esetet tudnék felsorolni az elmúlt évekből, amikor ezt meg kellett tenni, és rengeteg feladatot, munkát jelentett ez az intézmény vezetésének és munkatársainak, amit az intézmény derekasan helytállal mindig teljesített. A másik, hogy pontosan erre alapulva nagyon sokszor döntött úgy a képviselőtestület, hogy újabb és újabb feladatokat, területeket ad az intézménynek, ami szintén finoman szólva sem könnyítette meg az intézmény vezetésének a munkáját, nem csak azért, mert elő kellett készíteni új területeket, hanem nyilván bővül a feladatkör, és ez a folyamatosan bővülő feladatkör, ez leterheltségben, koordinációban, szakmai előkészítésben is nagyon fontos. A harmadik, hogy egy olyan ágazatról beszélünk, ahol sajnos mind a mai napig a munkatársak bérezése, javadalmazása az a kívánatos szint alatt van. Ezt többször elmondtuk, hogy sok esetben egy ellátást nyújtó dolgozónak a bére az alacsonyabb szinten van, mint a saját klienseié, tehát akiknek ő egy szolgáltatást nyújt, és hát ez nyilván teljesen megengedhetetlen. Ez is egy nagyon fontos feladat, hogy próbáljuk meg a jövedelmeket folyamatosan javítani, vagy béren kívül olyan juttatásokat adni, ami segíti a dolgozókat. És hát nyilván az ágazat meg ürül kifelé abban a tekintetben, hogy egyre nehezebb szakember találni. És ezekkel együtt is én azt gondolom, hogy stabilan és magas szakmai színvonalon végzi az intézmény a munkáját, és ezért fogalmaztam én úgy a kiegészítésem elején, hogy ez egy alapvetően jó döntés volt. Hát azt el lehet mondani itt is, hogy csak a változás állandó, és ebben az évben is azért több változáson ment már át az intézmény, és fog még átmenni a nyár végéig. A képviselőtestület döntését és a jogszabályváltozások miatt is. És azért is fontos, hogy megerősítsük az intézményt ebben a tekintetben, mert nyilvánvalóan ez egy közös együttműködés eredménye, hiszen az idén a támogatószolgálat indult el, átvették a gyógyfürdőben a gyógykezelő üzemeltetését, azt ott egy közös munkával egy komoly, hogy mondjam, arculatváltáson is keresztül ment a gyógykezelő, ami én azt gondolom, hogy legalább annyira fontos, mint a szolgáltatás minősége, de ott is igyekeznek folyamatosan a létszám hiányokat megoldani, mint ahogy mondjuk az orvosi ügyelet kapcsán is ez egy állandó, akut probléma. Hát abban most nem megyek bele, hogy a korábban jelzett, hogy mondjam, irányból,
azért elég komoly presszió érkezik a házi orvosokra, meg a egyéb ügyelni tudó orvosokra, hogy velünk mennyire legyenek együttműködőek adott esetben. Ez számomra már tényleg mindennek a legalja, de ezt nem is érdemes, azt gondolom, hogy ilyen szinten felhozni. Ezt csak azért mondtam, hogy nagyon komoly mindennapi feladatokkal küzd az intézmény vezetése, és valamennyi dolgozó. Nagyon magasak a számok, tehát látszik, hogy az elvégzett órákban mérhető, ellátottak számában mérhető mutatók azok rendkívül magasak. Kezdetben nyilván az induláskor voltak bizonyos panaszok és nehézségek, ezek szépen én azt gondolom kisimultak. Nyilván ez egy olyan terület, ahol mindig lesznek panaszok, de az intézmény ezt megfelelően tudja kezelni. És hát ez egy előny is, meg egy hátrány is, mert nyilvánvalóan, ahogy szokták mondani, arra a lóra akasztanak több súlyt, aki egyébként húz, és mivel az intézmény ezekkel a új feladatokkal megbirkózott, ezért azért kap még mindig újat és újat. Ami most előttük áll, ez az iskolai, azt hiszem jól fogalmazok, hogy iskolai szociális munka vagy feladat, ami szeptembertől indul, és a finanszírozást talán már részben látjuk, de még a bizonyos szabályozások, finanszírozások kérdőjelesek. Majd valamikor augusztus környékén látunk ebben tisztán, embereket kell felvenni, béreket be kell állítani úgy, hogy bizonyos finanszírozási metódusok még nem látszanak tisztán. Aztán a bölcsőde felújítására, bővítésére nyertünk forrást, ami a következő év tavaszán elindul. Ott is lesz egy nagyon komoly szakmai feladat az intézménynek, hiszen a kapacitást meg fogjuk duplázni, és a megduplázott kapacitáshoz nyilván a gyerekeket, meg ott is a személyzetet nyilván bővíteni kell. Szóval, hogy munka van bőven, azt látjuk, és én azt szeretném csak mindezzel kifejezni, hogy nyilvánvalóan a város vezetése, az önkormányzat, a képviselőtestület ezeket az erőfeszítéseket látja, érzi, nagyra értékeli, és az ott dolgozó emberek munkáját is elismeri, és ehhez minden jót kívánunk. Kérdezem a tisztelt képviselőtestületet, hogy a kiküldött írásos anyag, ami tényleg nagyon részletes és bő, hiszen összesen 82 oldalban taglalja ezt a rengeteg területet. Van-e ezzel kapcsolatban bárkinek észrevétele, kérdése, hozzáfűzni valója? Nem látok jelentkezőt, megkérdezem intézményvezető asszonyt, hogy szeretné bármivel kiegészíteni. Akkor a mikrofonhoz kérlek, Rózsa, hogy fáradj oda, és akkor úgy. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, kiegészíteni nem szeretném, csak szeretném megköszönni a kollégáim és jó magam nevébe az elismerő szavakat, hiszen szerintem ez a szóbeli elismerés és a szakmai munkánkat erősíti meg, és úgy gondolom, hogy tényleg a kollégáim lelkesen és minőségileg végzik a munkájukat. Beértünk, én is azt hiszem, hogy ez az eltelt évek és hónapok ezt bizonyítják. Ugyanilyen színvonalon és minőségben próbálunk a lövőbeli változásoknak is megfelelni. Köszönöm szépen mindenkinek. Köszönjük szépen, és természetesen az elismerő szavak nem csak az intézményben dolgozóknak járnak, hanem minden olyan kollégának, akár az önkormányzatnál, akár a hivatalban dolgozó, szociális területen dolgozó kollégáknak, akik támogatják a háttérből, segítik ezt a munkát, engedélyezés, finanszírozás, elszámolás, majdnem minden területet fel tudnék sorolni, hiszen egy nagyon összetett, komplex feladatról van szó. Szóval mindenkinek köszönjük a munkáját, aki ezeknek az embereknek az ellátásában közreműködik és segítkezik. Amennyiben nincs további észrevétel, javaslat, akkor ezen kiegészítéssel kérem a határozat elfogadásáról szavazzunk. Megállapítom, hogy egyhangulag 10 igen szavazattal az előterjesztés elfogadásra került. Köszönöm szépen intézményvezető asszonynak és a munkatársainak a munkát. A közbeszerzési szabályzat módosítása a következő napirendi pontunk. Itt is az írásos anyag kiment. Én hosszan nem szeretném ezt részletesen ismertetni, mert ez egy abszolút szakmai módosítása az anyagban. Az elektronikus közbeszerzés bejött a közbeszerzési törvénybe, mint új eljárásrend, és ezeket át kell vezetni a különböző paragrafusok, különböző fejezetek, különböző pontjain, és egy-két pontosító kiegészítés került még az anyagba. A kiküldött anyagban ez pirossal van jelölve, hogy könnyebben látható legyen, hogy hol történt módosítás.
Kérdezem a tisztelt képviselő testületet, hogy az anyaggal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, akkor kérem, ennek elfogadásáról szavazzunk. Megállapítom, hogy egyhangulag 10 igen szavazattal elfogadásra került. A következő napirendi pontunk előterjesztés önkormányzati beruházások engedély okiratának elfogadására. Ebben a napirendi pontban egy olyan pályázatot érintünk, amiről már én is beszéltem a 0. napirendben, és a korábbi testületüléseken is volt már róla szó. Ez egy olyan pályázat, amiben Nyírbátor esetében a zeneiskola felújításáról van szó. A következő folyamat indokolja az engedélyokirat módosítását. Az eredeti pályázatban szerepelt, hogy az épület nyilván energetikai felújítása megtörténik, homlokzatkorszerűsítés, nyilászáró csere és fűtéskorszerűsítés, és egy kiegészítő elemként a napelem, mint zöld energia kerül a tetőre. Akkor láttuk, hogy a napelemet akkor tudjuk felhelyezni a tetőre, hogyha nyilván előtte a tetőt teljesen rendbe tesszük, ami viszont nem volt támogatható a projektből, ennek az önkormányzat saját erőből biztosított többletforrást. A végleges kiviteli tervek készítése során azonban kiderült, hogy a tetőszerkezet statikailag annyira alulméretezett, hogy már egy ilyen napelem történetet nem bírna el, ezért akkor tudjuk a tetőre felhelyezni a napelemet, hogyha egy teljesen önálló plusz tetőszerkezetet építünk be a jelenlegi mellé, ami viszont borzasztóan megdrágítaná a projektet. Ezért ilyenkor a válságstáb, ha lehet így fogalmazni, összeül, hogy valamit találjunk ki. Végül az a verzió maradt, hogy a napelemeket ebben a tekintetben nem tesszük fel a tetőre, hanem az udvaron egy olyan részen, ahol ami használaton kívül van, vagy kevésbé használatos, elkerítjük és a földre letelepítjük ezeket a napelemeket. Így viszont felszabadult egy olyan saját erő rész a projektben, amit korábban már a képviselőtestület jóvá hagyott. Az intézmény vezetésével arra jutottunk, hogy ha már a beruházás folyamatában bizonyos belső munkálatok megtörténnek, hiszen a radiátorokat leszereljük, az épületben mennyezetfűtés kerül kiépítésre, ami miatt a mennyezetet nyilván újra fogjuk burkolni és festeni. Tehát bizonyos belső projekt egyébként is történik. Ennek az összegnek a terhére olyan belső műszaki megoldásokat fogunk helyre tenni, ami most ilyenkor, ha már úgyis beruházunk, indokolt. Ezek kerültek rögzítésre a projektben, tehát a engedélyokiratban. Ilyen nyilván a tetőn a héjazatcserét el fogjuk végezni, hogy az rendben legyen, de a tetőszerkezethez nem kell hozzányúlni. Redőnyöket, árnyékolókat fogunk felhelyezni, én azt gondolom, hogy ez ma már ismerve a nyári nagy kánikulát, ez feltétlenül szükséges. A belső festéseket elvégezzük, hogy ne csak a mennyezet legyen lefestve a beruházás után, hanem az oldalfalak is, és hát nyilván tudjuk mindannyian, ha egy radiátort leszerelünk, és ott a festéshez nem nyúlunk hozzá, akkor ott esztétikailag nem igazán nevezhető szépnek, szóval ki fogjuk festeni az épületet. Ha viszont már kifestjük, akkor abban maradtunk, hogy a vezetékelését, a lámpatestek cseréjét és a kapcsolók cseréjét is meg fogjuk oldani. Így, ilyen módon az épületben bizonyos burkolatok, tehát padlóburkolatok és a vizes blokkok felújítása nem történik most meg, azokat majd valamilyen későbbi ütemezésben megpróbáljuk megtenni. Így azt gondolom, hogy ezzel a döntéssel a zeneiskola nem csak a projektben meghatározott tartalmi elemei, hanem azt kiegészítve önkormányzati finanszírozásból egyéb fejlesztési, beruházási dolgai is megoldódnak, és ez év őszére egy felújított zeneiskola áll a nyírbátori emberek, nyírbátori gyerekek és az ott tanítók rendelkezésére. Úgyhogy ezt az engedélyokiratot ilyen magyarázattal és kiegészítéssel terjesztettük elő. Kérdezem a képviselőtestületet, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, kérdése. Amennyiben nincs, akkor ennek jóváhagyásáról kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy 10 igen szavazattal egy hangulag elfogadásra kerül. A következő napirendi pontunk fogorvosi körzetet érinti. Ez a Nyírbátori 3-as számú fogorvosi körzethez tartozó praxis jog elidegenítésével és megvásárlásával összefüggő eljárás tárgyában. A napirend előadója a Szociális és Egészségügyi Bizottság
Elnök úr, önné a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, háromoldalú akarategyeztetéssel lehet praxis változást létrehozni. Ez itt megvalósult, az eladó, a vevő és az önkormányzat is ebben a tekintetben közös nevezőre tud jutni. Az előterjesztést, illetve a szerződés, előszerződés és szerződés tervezeteket a bizottság megtárgyalta, javasolja, hogy mind az előszerződés, mind a végleges feladatellátási szerződés aláírására a testület hatalmazza fel a polgármester urat. Mindössze két megjegyzésem van, az egyik, azt hiszem az már Sinen is van, hogy a végleges szerződésbe valahova, azt hiszem a 4.6-osba kerüljön bele, hogy a veszélyes hulladék szakszelű kezelése a vevő feladata. Ez már megbeszélésre került, és egy javaslatom van, hogy a október 1-jei váltás kapcsán a testület fejezze ki köszönetét és elismerését Stanojev doktornak a több évtizedes munkája eredményeképpen. És javasoljuk, hogy a polgármester írja alá. Köszönöm szépen az előterjesztést. Valóban a napirend tárgyalására azért kerül sor, mert Stanojev Péter, dr. Stanojev Péter nyugdíjba vonul, és az egy megnyugtató dolog. A város számára is azt gondolom, hogy pozitív, hogy lehetett találni szakembert, aki átveszi a feladatot. Ma már ez eredménynek számít egy vidéki estérségben, és ez azt jelenti, hogy Nyírbátor azért még nem ahhoz a területhez tartozik, ahol abszolút nem lehet orvos találni, bár azt el kell, hogy mondjam, ezt többször el szoktuk mondani, hogy ha megnézzük a házi gyermekorvosi és a házi fogorvosi praxis gyakorló orvosok átlag életkorát, akkor közelebb vagyunk a 60-hoz, mint az 50-hez, sőt azt hiszem talán 61 néhány körül van. Tehát ilyen szempontból még a jövő rejteget kihívásokat ezen a területen, de most azt lehet mondani, hogy ez a praxis, ez megnyugtató módon valóban rendeződik. Én is azt gondolom, hogy egy időszak lezárul ebben a tekintetben, és nyilvánvalóan kifejezzük ez ügyben az elismerésünket és a jó együttműködésünket, bár hozzá kell tennem, hogy a nyugdíjba vonuló dr. Stanojev Péter a város pro urbe kitüntetettje, tehát az ő szakmai munkáját és eredményeit már korábban is elismerte a város, de természetesen most is ezúton is köszönjük, és jó egészséget kívánunk neki a jövőre. Nagyon hosszú időn keresztül dolgozott a városban, és sokunknak a problémáját oldotta meg, amit akkor nem feltétlenül vettünk örömmel nyilván, de a kevés mosolygó fogorvoshoz szaladgáló embert lehet látni az utcákon, de ettől még ez egy rendkívül fontos feladat. Kérdezem a tisztelt képviselőtestet, hogy ezzel kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele, kiegészíteni valója, amennyiben nincs, akkor ezzel a kiegészítéssel kérem, fogadjuk el. Megállapítom, hogy egyhangulag 10 igen szavazattal a napirend elfogadásra került. A következő napirendi pont az önkormányzati fejlesztési célú hitelfelvételről szóló határozat módosításáról szól. Itt gyakorlatilag nagyon röviden összefoglalva, hiszen már többször tárgyaltuk ezt a napirendi pontot, a tavalyi évtől kezdődően folyamatosan az önkormányzatnak van egy hitelfelvételi igénye, kérelme, ami alapvetően több területet is érint, és az elmúlt évben nyilvánvalóan a körülmények változása miatt tartalma is érdemben változott. Két állandó eleme van ennek a hitelfelvételnek, az egyik egy bérlakásépítési program, ami rendkívül fontos lenne. Tavaly is égető volt, idén talán csak a tavalyitól égetőbb, hiszen rendszeresen, nagy számban jelentkeznek a városban olyan igények, főleg itt a munkahelyteremtés kapcsán, ami miatt fontos lenne, hogy önkormányzatunk bérlakásokat tudjon biztosítani. Ezzel, hogy mondjam, a város megtartó, lakosság megtartó képességét tudnánk erősíteni, és ki tudnánk szolgálni nagyon sok olyan igényt,
hogy a fiatalok felnőnek a városban. Nyilvánvalóan, akiknek a saját erejénél fogva nincs lehetősége, hogy a gyermekeinek lakást építsen, az eléggé meg van szorulva ebben a helyzetben, hiszen tudjuk, hogy van a csok, de a csok az egy, én továbbra is azt gondolom, hogy inkább egy tehetősebb jövedelmi viszonyokkal rendelkező körnek segít, ráadásul önmagában csak csokból nem lehet lakást építeni, és nagyon fontos lenne, hogy ezeknek a fiataloknak, akik Nyírbátorban születnek és itt el tudnak helyezkedni, a lakás helyzetét tudjuk kezelni. Ez megnyugtató lenne a család számára, hiszen ők is azt érzékelnék, hogy a város is és az itt működő cégek segítségével helyben tudjuk tartani a fiatalokat. Hitel jóváhagyás nélkül azonban a lakásépítés nem tud elkezdődni, és ez most már több mint egy éve csúszik, és én ezt egy nagyon komoly problémának tekintem. A másik állandó eleme a hitelünknek az utánpótlás és szórakoztató, vagy nem szórakoztató, hanem szabadidő, ezt a szót kerestem, bocsánat, szabadidő eltöltését biztosító ingatlan kialakításával kapcsolatban merült fel, ez a régi cipőgyár épületének a modernizálása. Én azt gondolom, hogy az eleve a kiinduló állapot, hogy ott van a város középpontjában egy olyan ipari épület, ami évről évre egyre rosszabb műszaki állapotban van, egyre inkább azt kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen barna mezős ipari területté kezd hasonlítani, a gaznő ki most már lassan az épület tetejéről is, nem csak mellőle. Tehát ezzel az ingatlannal előbb-utóbb mindenképpen kezdeni kell valamit. Az egy alapvető és szerintem helyes döntése volt a képviselőtestületnek, hogy semmiképpen sem gazdasági tevékenységet orientál ebbe az épületbe. Bár hozzá kell tennem, hogy a jelenlegi tulajdonos, ha ilyen szándéka lenne, ezt jelenleg megtehetné, de ma már ez szerintem nem elfogadható, tehát ott mindenképpen valamilyen alternatív funkciót kell találni ennek az épületnek, és ez a sport és szabadidő hasznos eltöltésére irányuló beruházás, ez egy nagyon jó üde színfoltja lehetne a városnak, fenntartható módon, hiszen egy olyan most már kiviteli tervekkel rendelkezünk a kormányzati támogatásnak köszönhetően, ami biztosítja, hogy megújuló energiával alacsony üzemeltetési költség mellett tudnánk az itt élőknek megfelelő kikapcsolódási és sportolási lehetőséget biztosítani, mire nagy szükség van. Szóval ennek a saját erejét biztosítanánk még hitelből az állami támogatás mellett. És a harmadik része, ami az idei évben jellemzően útfelújításokat tartalmaz, az egyik ilyen a fájúti körforgalom építése van beleépítve, amit mindig el szoktam mondani, hogy ez egy olyan projekt, ami akkor is megvalósul, ha a hitelünk nem lesz jóváhagyva, tehát a saját forrásunk is rendelkezésre áll, de hogyha megkapjuk a hitel engedélyt, akkor a saját forrásunkat kiváltjuk, és akkor a saját forrásunkban más beruházásokat tudnánk megtenni. Tehát ezt csak szeretném pontosítani, hogy ne legyen ebben senkiben kétség, a fájúti körforgalom építése az elindul az idei nyáron, meg is valósul, de nagy mértékben leköti a szabad forrásainkat, ezért szeretnénk rá hitelt igénybe venni, és egyéb más olyan feltáró utak és parkolók és lakótelepi beruházásokat tartalmaz még, ami nagy mértékben javítaná az önkormányzat közlekedési és parkolási feltételeit és az itt élők kiszolgálásait, akár a gimnázium környékén, a fáji lakótelep környékén. Bízunk benne, hogy ez megvalósul, és akkor tudjuk javítani a közlekedési és parkolási feltételeket továbbiakban is a városban. Nagyjából ezeket a területeket tartalmazza. Ami változás van, a legutóbbi döntéshez képest és az előterjesztéshez képest, az a feltételekben és a folyósítás feltételeiben beállt kedvezőbb ajánlat. Ezzel a kedvezőbb ajánlattal lett korrigálva az előterjesztés, és ez szerepel az anyagban. Ezt a bizottság tárgyalta, a pénzügyi bizottság tárgyalta, Valikának megadom a szót, parancsolj. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt polgármester úr, a fejlesztési célú hitelfelvételről szóló napirendet, előterjesztést bizottságunk tárgyalta. Ugye itt már a feltételeket és nagyon sok mindent elmondott polgármester úr, tehát ezekről én nem szeretnék nagyon bőven beszélni, csupán annyit, hogy megerősíteni, hogy igen, amikor döntöttünk erről a hitelfelvételről, az 1,6 milliárd hitelfelvételről, akkor ugye megkértünk
nekünk a pénzintézetek ajánlatát. Ennek alapján az OTP az, aki beadott egy ajánlatot. Igaz, hogy ez az ajánlat nem szólt csak kettő elemére a hitelügyletnek, és a harmadik elemére a sport és szabadidő centrumra nem tartalmazott ajánlatot. A Takarékbank viszont később benyújtott egy módosított ajánlatot, amely már mind a három hitelügyletre tartalmaz feltételeket, illetve egy jobb kamat feltételt tartalmaz, mert míg az OTP-jé a bubor mellett 1,18% kamat felár, addig a Takarékbank által ajánlott hitel kamat az 1,05 felár, ami azt jelenti, hogy 0,13%-kal kedvezőbb, mint az OTP-nek az ajánlata. És mint mondtam, mind a három hitelügyretre van. Na most hát elég jól bebástyázta magát, hát nyilvánvaló a bankok azok ezt teszik, tehát nem kevés az a kitétel a jelzálog jogtól elkezdve minden, amit a bank kér tőlünk, de hát még egyszer mondom, ez manapság már ugye nem feltűnő. Egyébként ha OTP-t nézzük, mert arról is beszéltünk, ott is igen kemények voltak a feltétel, illetve kemények a feltételek. Na most itt ugye a Takarékbank a hitelre vonatkozó első hitel folyósítás feltételének tette az önkormányzat aláírásra jogosult képviselőinek hitelcélonkénti nyilatkozatát az önkormányzatnak az áfa visszaigénylési jogáról. Ez rendben lehet, és ez megvalósítható. És akkor a másik feltétel még a jelzálogjog meg egyebeken kívül, még az utolsó feltétel, hogy a hitel folyósítása esetén egy éven belül a számlavezetést vigye át az önkormányzat ő hozzá. Na most ezzel kapcsolatban ugye volt egy kis polémiánk, hiszen az önkormányzat számláját mióta önkormányzat, de már korábban a tanácsiét is, az OTP vezette, ahol nagy gyakorlat van, és ebben nem voltak különösebb gondok, de azt kell, hogy mondjam, és akkor korábban volt is olyan gondunk, mikor egyszer ez felvetődött az átvitel, hogy a Takarékbanknak nincs itt Nyírbátorban épülete sem, tehát akkor mégsem. Na most gyakorlatilag ez megvalósult, mert a Takarékszövetkezetnek itt van most már a megnyitott új épülete, de bizottságunk éppen azért, amit mondtam, hogy az OTP-vel való régi kapcsolatra tekintettel, azt javasolja, hogy a folyószámla vezetés átvitelét akkor tegyük csak meg, ha jobb feltételeket ad itt is a Takarékbank, bár megmondom őszintén, hogy szerintem biztos jobbat fog, mert akiket én tudok, lakosság, vállalkozás, olcsóbb egyébként ott a számlavezetés. Na nyilván itt ugye vannak még más költségek is, és tehát vagy jobb, vagy minimum ugyanazokkal a feltételekkel, mint az OTP. És akkor ebben az esetben javasolja a bizottságunk, hogy ezt is tegyük meg, de itt ezt vegyük figyelembe, hogy mindenképpen mi járjunk jobban. Mindezeket figyelembe véve bizottságunk egyhangulag javasolja a tisztelt képviselő testületnek elfogadásra a ilyen feltételekkel az anyagot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ekkor szokták mondani a televízióban, hogy műsorszámunk termék megjelenítést tartalmaz, de ezt mindenki kezelje kellő óvatossággal. Én nem mennék abba bele, hogy még bank kinek milyen feltételekkel mit biztosít, ez egy üzletpolitika kérdése. Itt sok mindent lehet és kell mérlegelni az ügyfeleknek. Azt én alapvetően egy pozitív dolognak tartom, hogy egy folyamatosan fúzióval, részben kormányzati presszió alatt természetesen létrejövő bankcsoport, hálózat Nyírbátorban egy új fiókot nyitott. Ez a város erejét nyilvánvalóan erősíti. Azzal teljesen és maximális egyetértek, hogy nyilván folyószámla vezetés lakot tárgyalhatunk, ha a feltételek jobbak. Ez természetes. Szerencsére Nyírbátorváros önkormányzata, mint önkormányzat és a hozzá kapcsolódó intézményei és szervezetei együtt jelentenek olyan erős megrendelést vagy partneri szerepet, hogy megfelelő feltételeket tud vagy kíván biztosítani nyilvánvalóan valamennyi kereskedelmi bank, úgyhogy ez egy pozitív dolog. A hitelfelvételek azok kedvezőbbek, ugye itt egyetlen egy aggodalom vagy kérdés az, ami egy ilyen nagy összegű hitelnél felmerül, az nem más, mint a
most látott euróforint árfolyam és az ehhez kapcsolódó jövőben várható jegybanki alapkamatra vonatkozó pénzügypolitika, ami persze bizonytalansággal tölthet el mindenkit. Én akkor is elmondtam, hogy itt alapvetően forint alapú hitelekről beszélünk. A jegybanki alapkamat erősödése természetesen, aki ismeri a pénzügyi folyamatokat, az tudja, hogy automatikusan hozza majd magával az inflációt teljesen természetes módon. Tehát itt azért azt, hogy önmagában adott esetben a jegybanki alapkamat erősödhet, ami most nagyon lent van, talán történelmi mélyponton, ezt János jobban meg tudja mondani, mint én, de talán soha nem volt ilyen sokáig ilyen alacsonyan, és azt is mindenki tudja, hogy ez végtelenségig biztosan nem tartható. Tehát azzal számolnunk kell, hogy ha hitelt veszünk fel, pláne több mint 10 évre, akkor itt a jegybanki alapkamat nem lesz végig ilyen alacsony, de ezzel párhuzamosan nyilván infláció is van, és nyilván azzal együtt kell értelmezni ilyen esetben a forint gyengülést és a kamatokat. Ráadásul olyan beruházásokról beszélünk, amiket egyébként is meg kellene csinálnunk. Na most a hitelfeltételek között azért látható, hogyha olyan esetben, ha romlanak a feltételek és bizonyos hiteleket kiváltanak, hogy itt az előtörlesztésre azért van lehetőségünk. Az egy nagyon-nagyon is fontos szempont, nem tudom, hogy elhangzott a Valika részéről, de én szeretném kiemelni, hogy azért mi forint alapú hitelről beszélünk. Ez egy kardinális kérdés, még mielőtt bárki elkezdene aggódni, hogy az euró árfolyam most történelmi csúcsokat döntöget. Minket ez ilyen szempontból nem veszélyeztet, olyan szempontból igen, hogy a jegybanki alapkamat természetesen az változhat. Amennyiben további észrevétel, kérdés, vélemény nincs, Gál Mihály kér szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, csak igen röviden. Én bennem is kétségeket ébresztett a költségvetési számlavezetés problémája, amit Valika jelzett. Másrészt pedig tudom én, hogy ilyen hitelfelvételeknél a bankok jóval nagyobb összegű kauciót igyekeznek lekötni, mint amennyi a felvett hitel nagysága. Úgyhogy kis ironikus éllel fogalmazom, azt gondoltam, hogy a felsorolás végén, hogy esetleg a képviselőtestület tagjainak pizsamáját és papucsát is nem kötik el-e kaucióként. Nagyon, nagyon belemarkoltak. Tisztában vagyok vele, hogy a bank a saját biztonságára törekszik, ez érthető, de hát egy kicsit túlzásnak tartom azért mégis. Köszönöm. Kaució nincs. Azért az nagyon erős lenne, a kauciót kellene egy hitelhez adni. Biztosítékok, fedezeteknek nyilván lenni kell. Én egyébként nem gondolom ezt, hogy mondjam, a mai piaci viszonyok között irreálisan magasnak. Nyilván alapvetően 3 fedezeti kategória létezik. Az egyik az önkormányzatnak a vagyonelemei, a másik a saját bevételei, a harmadik pedig a beruházásból adódó fejlesztések felett valamilyen fajta rendelkezés. Én ezt teljesen normálisnak gondolom, de ha a képviselő úr még a papucsát, pizsamáját fel szeretné ajánlani, nem gondolom, hogy tol a folyamaton előre, de természetesen minden felajánlást pozitívan értékelünk, akár ezt is. Az én papucsomat, pizsamámat azt nem ajánlom fel erre a hitelre, de ez már csak egy... hogy mondjam, inkább csak ilyen. Azt tény, hát nyilvánvalóan ezt saját magunk is tudjuk, hogyha otthon felveszünk egy hitelt, azt nem 100%-on, hanem magasabb fedezet értékkel biztosítja a bank, és egy fedezet nem elegendő, ráteszi az ingatlanra, és még a jövedelmünkre is kvázi a rendelkezést. Ez, és még sok esetben kezest is kér hozzá, stb. A bankok szeretnék magukat bebiztosítani, azt csak jelezni szeretném, hogy a 2008-as válságot éppen az indította el, hogy Amerikában már egy ingatlanra 2 hitelt is adtak, és a másodlagos jelzálók hitel piac dőlt be ebben a történetben, tehát ért egy lakás 10 millió forintot, és nem csak 10 milliót, hanem aztán még egyszer 10 millió forint hitelt is engedtek felvenni Amerikában. Hát önmagában az persze nem baj, hogyha mindenki csak addig tud hitelt felvenni, amíg kvázi a hitel visszafizető képessége ezt megengedi, és ezt egyféleképpen lehet kontrollálni, hogyha csak addig adok hitelt, ameddig a fedezeteivel tudja garantálni, hogy ha baj van, akkor is visszafizeti. Nyilvánvalóan
Valaki meg akkor vegyen fel hitelt, ha úgy tudja a saját tudása alapján, hogy ezt vissza tudja fizetni, és ilyen módon ezek a fajta garanciák nem kell, hogy életbe lépjenek. Ez egy fontos szempont. Levendáné, dr. Lengyel Valéria, kér szót, parancsolj. És kérek, két dolgot elfelejtettem mondani. Tehát az egyik dolog, amire a polgármester úr is ráerősített, hogy természetesen forint alapú hitelről van szó. A másik pedig az, még a folyószámla vezetés átvitelét illetően, hogy azért is nagyon kell tartanunk azt a dolgot, hogy legalább olyan, de inkább kedvezőbb legyen a feltétel, mert azért nagyon sok számlája van önkormányzatunknak, és ezeknek a megszüntetése, átvitel, nem egy kis dolog az apparátus számára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Baracsi Lajosné, kér szót, parancsolj, Terike. Köszönöm szépen. Szeretném kérdezni, hogy a takarékban módosított ajánlat a 7. hó 15-ig áll fenn. Ezt írja. Na most, hogyha kölcsön szerződés nem kap a kormánytól engedélyt, hogy vegyen fel, akkor ez mind tártalan? Teljesen természetesen a takarékbank, amikor ad egy ilyen szerződéses feltételt, akkor azt egy korlátos határidőhöz rögzít. A takarékban teljesen tisztában van azzal, hogyha mi most ezt az ő hitel konstrukciós javaslatát elfogadjuk, akkor ő ezt nyilván a kormány jóváhagyásáig, az év végéig tartja. Tavaly is ez volt a gyakorlat, lejárat előtt nyilván meg fogja hosszabbítani, főleg ha most azt jelezzük vissza, hogy akkor az ővét támogatjuk, mert nyilvánvalóan, hogyha nem úgy döntöttünk volna, akkor ez az ajánlat 15-én lejár, és akkor talán ad egy még kedvezőbbet, de ez már szinte lehetetlen, hanem nyilvánvalóan akkor ő ezt az ajánlatát megszünteti. Tehát itt a jogszabályi környezetet így nyilván ismerik a bankok még talán nálunk is jobban, tehát ez meg lesz hosszabbítva természetesen. Jó? Amennyiben további kérdés nincs, akkor kérem, ennek megfelelően szavazzunk. Megállapítom, hogy egyhangulag 10 igen szavazattal elfogadásra került. A következő napirendi pontunk előterjesztés a képviselő testülethez emlékpark létrehozásáról. Ez nem új szintén a képviselő testület előtt, hiszen a legutóbbi testületülésen költségvetési fedezetet biztosítottunk alapvetően három fejlesztésre. Mind a háromról beszéltem röviden. Az egyik a Bátori ABC előtti tér, a Szabadság tér utolsó, mondjuk harmadának a felújítására vonatkozik, ahol a 45 éves várossá válás alkalmából egy olyan térrekonstrukciót hajtunk végre, ami részben a 45 éves évforduló kapcsán egy emlékparkként is fog működni a jövőben. A másik ilyen térrekonstrukció az a református templom oldalában lévő területnek a helyreállítása, a Tinódi szobor helyreállításával együtt. Itt a gimnázium tornacsarnokának és ott a környező beruházásoknak a rendbetétele kapcsán szintén ezt azt gondoltuk, hogy a 45 éves évforduló kapcsán illik rendezni. Ezt tegnap a presbitériumi ülésen is tárgyaltuk, és az egyház is áldását vagy jóváhagyását hagyta erre a felújításra. És a harmadik része pedig ez az emlékpark kialakítása, ami a Szénaréti tó és a strandfürdő közötti melletti területen kerül kialakításra. Mindannyian tudjuk, hogy a Szénaréti tó mellett mögött lévő nádas, alulhasznosított terület az régóta problémákat jelent. Egyben egy részben az ott élők számára, hiszen ez egy ingoványos, vizenyős terület, részben szemetet, törmeléket hordtak oda, és a többi, és a többi. Ezért döntöttünk úgy, hogy az egy önkormányzati terület, és ott egy emléke parkot hozunk létre, és ennek a forrását biztosította a képviselőtestület a legutóbbi ülésén, és akkor arról döntöttünk, hogy a következő ülésre ennek a működésével kapcsolatos szabályozást fogjuk beterjeszteni. Ez egy nagyon egyszerű szabályozás. Alapvetően két dolgot kell róla tudni. Az egyik az az, hogy ez nem egy olyan emlékpark, ahova valamilyen emlék vagy esemény kapcsán valaki kisétál és elültet egy fát, hanem ez egy sokkal szervezettebb történetről szól. Mi azt látjuk, hogy nagyjából éves szinten egy olyan 130 gyerek születik ma a városban. Minden születendő gyerek számára felajánljuk a család számára azt a lehetőséget, hogy a gyerekének a születésének az emlékére egy fát ültessen ebbe az emlékparkba, de azt is tudjuk azért várható, hogy minden család ezzel nem fog élni ezzel a lehetőséggel, bár ennek költségét az önkormányzat vállalja és viseli.
Ez két missziót is teljesít, egyfelől folyamatosan növekszik a városban az ültetett fák száma, másfelől pedig az évek hosszú folyamán egy szép emlékpark, egy erdősült terület, rendezett terület fog kialakulni a mai gondozatlan, vizenyős, alulhasznosított területen. A másik, amit tudni kell, hogy ütemezetten történnek a fáknak a telepítései, tehát nyilvánvalóan, ha decemberben születik valaki, mint ahogy én is decemberben születtem, hát azért olyankor nem a legszerencsésebb mondjuk fát ültetni, de mondjuk ugyanez igaz lehet júliusra is, ahol azért még mindig könnyebb, de azért nem a legszerencsésebb, ezért javasoljuk azt, hogy évente kétszer történik a telepítés, tavasszal és ősszel, értelemszerűen az előző fél évben született gyerekek családjai jelezhetik ebbéli igényüket, és a jelzésnek megfelelően úgy fog történni a faültetés, hogy szakértő bevonásával az igényekhez igazodva készít, hát ugye nekünk Boruzs Lajos az erdész, a városi erdészünk, ha lehet így fogalmazni, vele egyeztettük azt le, hogyha megvannak az igények, hogy hány gyerek született, akkor ő a darabszám, az egyetszám alapján, mármint a fa egyetszám alapján tesz egy javaslatot, hogy milyen fafajokkal, milyen elrendezésben, hogyan kell bővíteni folyamatosan ezt az erdőt, hogy az egy szép ligetes, jellemzően nem allergén, de a térségre jellemző fafajok telepítése történjen meg, ami ezt a klímát, ezt az éghajlatot, ezt a talajt szereti, és mégsem egy egységes, mondjuk tölgyerdőt kell elképzelni, hanem olyan blokkokat fog kialakítani a szakmai javaslat alapján, amiben ilyen ligetes, bejárható, utakkal tagolt, erdős foltok kerülnek kialakításra, ami egy ilyen emlékpark számára látványilag is rendezett. A tereprendezést mindig elvégezzük, és akkor ez egy ilyen füvesített, sétálható emlékparká alakul. Minden fához fog készülni egy tábla, ami az adott eseményt, ez egy alapvetően két dolog lehet, a gyerek születése, vagy valamilyen olyan városi esemény, amiről szeretnénk megemlékezni. Ez biztosítja ez az emlékpark, és nyilvánvalóan a fél évente ültetendő fákat azt a család bevonásával fogjuk elültetni, tehát mi biztosítunk hozzá mindent, de a fákat a hozzátartozók, a szülők fogják elültetni egyfajta emlékezés és mementóként a jövő számára. Ennek a részleteit írja az anyag, itt vannak kipontozott részek, én most azt javaslom, hogy az emlékpark csak így legyen elfogadva, hogy emlékpark, és majd a név adással kapcsolatban majd valamilyen fajta lakossági aktivitást szintén kezdeményezünk, hogy tegyenek javaslatot, és majd a megnyitása előtt még a testület az emlékpark elnevezéséről dönteni fog. Első ütemben novemberben tervezzük az első faültetést, addig már a tereprendezés egyébként elindult, és akik most január és június között születnek, ott a családok jelezhetik a titkárságra az igényüket, és akkor úgy fogjuk előkészíteni a novemberi 45 éves várossá válás záró rendezvényén a programot, hogy akkor megtörténik ennek az első blokknak az elültetése. Ezzel is közösen emlékezünk a 45 éves várossá válásunkra. Kérdezem a tisztelt képviselőtestületet, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata, amennyiben nincs az emlékpark létrehozásáról, szavazzunk. Megállapítom, hogy egyhangulag 10 igen szavazattal elfogadásra került, és az átülés előtti utolsó nyílt napirendünk, és majd akkor az átülés után lesz még egy nyílt napirendünk. Ez a társulással kapcsolatos egyességi döntés meghozatalára vonatkozik, mint ahogy azt korábban jeleztem, több tárgyalásunk van folyamatban a kistérséggel, és egy esetben sikerült kvázi megállapodással lezárni az ügyet. Bízunk benne, hogy több területen sikerül ezt megtenni. A legutóbbi tárgyalásunk az ügyelet működtetésével összefüggésben kistérség által használt járóbeteg szakrendelőben kialakított házi orvosi ügyeleti helyiségek használatára vonatkozott, mint az ismeretes.
a korábban az orvosi ügyelet Nyírbátor és a térség településeinek együttműködéséből a járóbeteg szakrendelő földszintjén szembeállunk, akkor baloldali részében működött. Ez egy 100%-ban önkormányzati tulajdonú épület rész, amit mi ingyenesen biztosítottunk a használatát a társulás rendelkezésére, de miután kiváltunk a kistérségi társulásból, itt is szeretném elmondani, a kiválás kapcsán mi jeleztük, hogy továbbra is együtt kívánjuk működtetni ezt a feladatellátást. Ebben azt gondolom, hogy a mi képviselőtestületünk egységes volt, hiszen szakmailag ez az indokolt, de az nem volt szakmailag indokolt, hogy a 300 forint per fő per év összeg hozzájárulásról 1300 forint per fő per évre emelje meg a összeget a kistérségi társulás, ami semmifajta indokot nem jelentett. Ez gyakorlatilag egy olyan ajánlat volt, ami egyértelművé tette, hogy jobb, ha mentek című történet. A mai napig egyébként mindkét fél részére nehézségeket jelent, mind a fenntartás, mind a finanszírozás, tehát továbbra is azt gondolom, hogy ez egy rossz konstrukció, mindenkinek csak nehézséget jelent, de a mi lelkiismeretünk nyugodt lehet, mert mi javasoltuk, hogy maradjunk egyben ebben a történetben, és a korábbi finanszírozás mellett, sőt, még azt hiszem, hogy plusz 100 forintot is adtunk volna, amit egyfajta gesztusként szerettünk volna jelezni, de nem jött össze. Na most, ha viszont így alakult, akkor nekünk ugye onnan jönnünk kellett, és az ingatlant mi visszakértük, az ingatlant a kistérség azóta sem adta vissza. Ennek az ingatlan használatára vonatkozó szerződést mi felmondtuk, amit a felmondást követően sem költözött ki az ingatlanból a kistérség, mind a mai napig működik benne, és ezzel kapcsolatban mi kértünk a használatért, az épület rész használatáért egy díjat, ez 6600 forint per négyzetméter per hó volt. Több tárgyalási kör lement, és a bírósági tárgyaláson megállapodtunk abban, hogy Nyírbátor város önkormányzata tesz egy konstruktív javaslatot, hogy ezzel is jelezze, hogy nem pereskedni, hanem megállapodni szeretne ebben a kérdésben. A tárgyalás során világossá vált, hogy Nyírbátor vonatkozásában ezen ingatlan használata tekintetében a nem lakás célú ingatlanok használati díja az, ami figyelembe vehető és veendő a jövőben. Ez a díjtétel ugye nálunk rendelkezésre áll, hiszen mindannyian ismerjük az önkormányzat által tulajdonolt és bérbe adott nem lakás célú helyiségek négyzetméter bérleti díjait. Ez elég nagy szórásban van, az 1000 forint körülitől a 2700 forintig terjed, és mi azt ígértük a bírósági tárgyaláson, hogy erre egy megnyugtató ajánlatot fogunk tenni, ami azt gondolom, hogy mindenki számára elfogadható és méltányos, ezzel is jelezve a másik félnek és a bíróságnak is, hogy mi megállapodni szeretnénk. Ezért került az anyagba ez az 1500 forint per négyzetméter per hó használati díj, amit ki van munkálva, hogy ez nagyjából mennyit jelent összegszerűségében, és hát nyilvánvalóan nem tudjuk a végösszeget, hiszen nem tudjuk, hogy a kistérség mikor költözik ki. Arról van tudomásunk, hogy nyertek egy projektet, hogy a 100 méteren belül ki lesz alakítva a harmadik ügyeleti helyiség is a városban, ami nyilván a legfontosabb topos forrás felhasználás volt a megyében. Így tudjuk a leghatékonyabban elkölteni az Európai Uniós forrásokat, de én ezt már, hogy mondjam, csak kellő iróniával tudom megjegyezni, mert érteni már nem igazán sikerül. És ez azt jelenti, hogy miután a mentőállomás tulajdoni viszonyáról külön megállapodtunk, ezt a testület is jóvá hagyta, így nincs akadály, hogy a kistérség az uniós pénz felhasználását követően oda átköltözik, és akkor ez az ingatlan rész megüresedik. Azt, hogy utána mi az orvosi ügyeletünket hol, milyen feltételekkel fogjuk fenntartani, ezt pedig majd a képviselőtestület fogja jóvá hagyni, tehát hogy azt az ingatlant más célra használjuk, vagy oda visszaköltözünk, ez egy későbbi döntés kérdése. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon méltányos ajánlat, azt gondolom, hogy ez kifejezi az önkormányzat abbéli szándékát, hogy megállapodásra törekszünk, és csak bízom benne, hogy a kistérség is értékelni fogja, ugyanúgy, mint ahogy a másik esetben is sikerült megállapodnom. Kérdezem a tisztelt képviselőtestet, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata.
amennyiben János parancsol. Köszönöm a szót. Igazándiból tudomásul veszem ezt a ajánlatot. Nem akarom a számszerűségét vitatni, bár lenne alapon vitatni a számszerűségét, hiszen van arról tudomásunk bizonyos vagyonnyilatkozati számokból, hogy egy szomszéd településen, egy magánlakásban ezért lényegesen magasabb összeget fizetnek tőlünk 6 kilométerre, de hagyjuk, legyen ez a szám. Ugyanakkor a tavaszi tapasztalatom az volt, hogy a társulás tanácsát alkotó polgármesterek szörnyű tévhitben élnek. Fogalmuk nincs arról, hogy pontosan mi volt Nyírt Bátor ajánlata, mi volt Nyírt Bátor eredeti hozzáállása ehhez a kérdéshez. És miután ezt nem egy, hanem több személynél tapasztaltam, ezért élek a gyanúperrel, hogy nem személyes hanyagságról van szó, hanem tudatos félrevezetésről van szó. Ezért azt szeretném kérni ezen ajánlat kapcsán, hogy a Nyírt Bátor önkormányzatának társulással kapcsolatos döntéseiről egy rövid összefoglalót kapjanak a település vezetők. Nem a kistérség, mert a kistérségtől nem fogják megkapni a települési vezetők, hanem személy szerint azon polgármesterek, akik alkotják a társulási tanácsot. Tehát ők személy szerint kapjanak egy ilyen tájékoztatást, amelyben, ugye most itt egy részét érintettük, nevezetesen a orvosi ügyelettel kapcsolatos álláspontot, de azt szeretném, hogyha a többi kérdés is világossá válna, hogy mi miért is mondtuk azt, mivel nem számolt el a kistérség felénk, tehát milyen összeggel nem számolt el a kistérség felénk. Hadd ne mondja végig a történetet, csak szeretném, hogyha egy ilyen tömörítvényt kapnának a polgármesterek, mert egészen elképesztően torz, valótlan hazug információk voltak azok, amivel én szembe találkoztam az elmúlt hónapokban, amikor egyes polgármesterekkel ez a téma érintőleg szóba került, és még, hogy mondjam, mi vagyunk hülyének beállítva ebben a kérdésben. Ez egy kiegészítés lenne, tehát én magát a javaslatot tudomásul veszem, csak szeretném, hogyha ennek kapcsán legalább erre sor kerülne. Őszintén szólva, ha már itt az is benne van, hogy az egyességi ajánlatról a társulással tárgyaljon a polgármester, én szívesen értelmezném ezt úgy, hogy egy korábbi napirendben hozott döntésünkről is tárgyaljon a társulással a polgármester ezen egyességi ajánlatunknál. Ugyanis én azt érzek el, hogy mi teszünk kedvezményeket és gesztusokat, de nem kapunk viszont gesztust a társulástól. Ugye a korábbi napirend nem más, mint a régi gimnázium épületében működő, illetve az idős otthonnal kapcsolatos kérdéskör, továbbá ez a kérdéskör. Tehát én a felhatalmazást úgy értelmezem most, hogy amikor felhatalmazza a testület a polgármester az egyesség ajánlatról a társulásról tárgyaljon, ama két kérdésben képviselt álláspontunk is legyen része a tárgyalásnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Valóban ugye a nulladik napi rendnél már tárgyaltuk a kistérséggel kapcsolatos ügyeket, és én is azt gondolom, hogy célra vezető lenne minél több nyitott kérdést lezárni, és nem feltétlenül azért, hogy nekünk ne legyen folyamatban lévő peres ügyünk, hanem azért, mert ezek mindegyik terület ellátottakat érint, és igazából az ellátottak szempontjából lenne jó megnyugtató módon lezárni ezeket a történeteket. És az valóban, hogy mondjam, számomra is érzékeltő volt a korábbiakban, hogy nem mindig jut el az információ, bár hozzá kell tennem, hogy az elején az volt a gyakorlat a kiválás kapcsán a tájékoztatás tekintetében, hogy minden polgármesternek minden dokumentumot megküldtünk, és próbáltunk pontosan fogalmazni, ennek ellenére olyan sokkal nagyobb változást ez nem hozott, de természetesen a tájékoztatás lehetősége az így biztosítható. Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, akkor kérem a társulással kapcsolatos döntés meghozatalára a képviselőtestületet. Megállapítom, hogy egyhangulag 10 igen szavazattal elfogadásra került. Most egy rövid zárt üléssel folytatjuk, de azért nem zárom le a testületülést, mert még egy nyílt napirendi pontunk lesz, amivel majd még folytatjuk a testület munkáját. Szünetet követően folytatjuk a nyílt ülésünket az utolsó napirendi ponttal, ami nem más, mint a Nyírt Bátor város vagyonrendeletének a módosításáról szól, hogy eredetileg ez a hármas napirendi pont, amit kértem, hogy az átülést követően tárgyaljuk. A rendelet viszonylag egyszerű, és igazából két vagyonelemet érint. Az egyik a inkubátorház telke,
a másik pedig az óvoda ingatlana, az egyiknek 0119/29, a másiknak 4225/2 a helyrajzi száma, és gyakorlatilag ez a 4225-ös ingatlanból alakul ki. Az előző napirendnél ismertettem ezt a telekalakítási vázrajzot, ami okozza itt a helyrajzi szám változást. Ez most lesz bejegyezve, azért írták ide a kollégák, hogy jelenleg 4225-ös a helyrajzi száma a vagyonrendeletben, de a telekalakítási vázrajzot követően 4225/2 alakul ki. És annyi kiegészítést még tennék hozzá egy tragikus hirtelenséggel, hogy ez azt is jelenti, hogy kialakul egy 4225/1-es és egy 4225/3-as ingatlan is, ami szintén nem szerepel ezek szerint a vagyonrendeletünkben jelenleg. Ebben a mellékletben nem szerepel, mert ez az üzleti. Igen, de ez egyikben sem szerepel, mert ez most alakul ki. És ezért a 4225/1-est és a 4225/3-as ingatlant is fel kell vennünk a vagyonrendeletünkbe, de mivel ezek a területek közterületek, ezért azok továbbra sem lesznek forgalomképes ingatlanok, hanem forgalomképtelen közterületként korlátozottan forgalomképtelenek lesznek. Ezen szóbeli kiegészítéssel képesek, igen. Ezen kiegészítésekkel kérem, először is kérdezem, hogy van-e bárkinek ezzel kapcsolatban kérdése. Észrevétele, amennyiben nincs, akkor a rendelet elfogadásáról kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy egyhangulag 10 igen szavazattal elfogadásra került, és nagyon röviden, hosszú testületülésünket követően én a kulturális programokat szeretném ismertetni. Még előtte Gál Mihály kér szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Ott lakó állampolgárok hívták fel a figyelmemet arra, hogy az Alkamáté útnak a burkolata rettentően megromlott, óriási gödrök vannak benne, oda mentem, megnéztem, a kocsival nagyon döszögősen lehet menni. Van annak 8 éve is, hogy Marta aszfalttal a javaslatomra ezt megcsináltuk, de azóta már kigödrösödött. Olyan mértékben, hogy tényleg főleg az első kétharmada ennek a rövid útnak, az Alkamáté útnak, rettentően ki van gödrösödve, és csapadékos időjárás esetén borzasztó lett közlekedni. Az a tiszteletteljes kérésem, hogy legalább tolólapos egyengetéssel próbáljuk ezt rendbehozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Minden ilyen bejelentést én azt javasoltam korábban is, és a jövőben is közvetlenül a Batai Árpád féle városüzemeltetési csoportnak, ha jelzik, akkor testületi döntés nélkül is tudunk ezekben természetesen segíteni. Nem kell vele megvárni a testületülést, mert lehet, hogy egy hónap, mire a következő van, nyugodtan el lehet menni Árpieknak jelezni, és ők ezek a problémákat meg fogják oldani. Ezt fogom jelezni természetesen. Márton József. Köszönöm szépen. Én azt szeretném, hogy lakosság kérésére a Roma utak portalanításával kapcsolatosan, hogy ugye most úgy mentünk, hogy kihagytuk a Csokonai utat, kihagytuk a Ságvár utat, és úgy belementünk a Szegfű tulipán békébe. Tehát azt szeretnék kérni, hogy ha lehetséges, akkor vegyük sorrendbe ezeket az utakat, hogy úgy készüljünk el, hogy fokozatosan, hogy mennek lejjebb, kifele a József Attiláig. Tehát sorrendben próbáljuk megcsinálni. Ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ugye van egy vállalásunk, hogy a ciklus végére valamennyi utat pormentesítünk. Ezt meg fog történni. Itt alapvetően attól is függ, hogy éppen hol milyen egyéb járda vagy csapadékvíz problémák is vannak. Ért vettem a jelzésedet, nyilván ennek megfelelően fogjuk megnézni, hogy ez idén ősszel, meg jövő tavasszal még milyen utakat, milyen ütemezésben, ezt majd leülünk és átbeszéljük. Mint ahogy a Széchenyi utca aszfaltozása is ugyanez a kategória, azt is megígértük, hogy a ciklus végére megcsináljuk, és ennek megfelelően ez meg is fog történni, az engedélye megvan, vártuk a pozitív döntést, lett belőle negatív, ettől függetlenül, ha megígértünk valamit, akkor azt illik teljesíteni, ez is meg fog történni. Úgy látom, hogy közérdekű közlemény már most nincs. Akkor én nagyon röviden a kulturális programokról, szokásodnak megfelelően röviden
tájékoztatnám a város lakosságát. Két okból, egyfelől tervezetten júliusban testületi ülésünk nincsen, úgyhogy mindenkinek kívánok kellemes nyaralást a nyár idejére, de ígéretet nem teszek, hogy nem fogunk augusztus végéig ülni, mert azért elég sok fejlesztés és beruházás folyik. Igyekszünk úgy koordinálni és irányítani a folyamatokat, hogy ne legyen. Amennyiben mégis döntést igénylő bármilyen testületi kérdés van, akkor meg természetesen, mivel nincs tervezve, mindenkivel személyesen egyeztetni fogunk, hogy a határozat képességet tudjuk produkálni. Szóval a következő két hónapban nagyon zsúfolt városi kulturális programok lesznek. A Szárnyas Sárkány Fesztivállal kezdünk ezen a hétvégén, péntek, szombat, vasárnap. A plakáton olvashatók a programok. Én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas, igazi szárnyas sárkányos programra számíthatnak a kilátogatók. A fellépőkből én most nem olvasgatok tételesen, mindenki keresse a Facebookon, óriás plakáton, interneten megtalálja a programokat. Ahogy ígértük, a 45 éves várossáválás kapcsán ezeken a fesztivál hétvégéken a toronytúra ismét működik ingyenesen. Nagyon pozitív volt a vízhangja. Ez most a szárnyas sárkány idején is elérhető lesz, mint ahogy az éjszakai fürdőzés is, ami a 45 éves évforduló kapcsán 45%-os kedvezménnyel vehető igénybe. Július végén lesz a Bátori Sportnap, ami megint egy különleges továbbfejlesztése a tavaly évi rendezvényünknek, hiszen a Dragon Race, ami egy ilyen kihívás, challenge típusú akadályfutás, az idén is folytatódik, de idén egy strandröplabda bajnoksággal egészítjük ki. A strandfürdő területén, kulturális programokkal, koncerttel a végén, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas program elé nézünk július 28-án is. Mindenkit várunk szeretettel, és hát augusztusban pedig zenei napok. A zenei napoknak a nyitó programja, vagy az idei évben három koncertet tartalmaz. Lesz a Liszt Ferenc Kamarazenekar augusztus 4-én, egy kórus találkozó a Visegrádi Négyek napja alkalmából augusztus 18-án a Református templomban. Itt magyar, szlovák, lengyel és cseh kórusok fognak fellépni, és augusztus 20-án a Kodály Filharmonikus Debrecen és a Kodály Kórus Debreceni zenekar és kórus fog fellépni augusztus 20-án, és augusztus 19-én lesz még egy rendhagyó program. Augusztus 18-án kezdődő hétvégén lesz a elszármazottak világtalálkozója, amit a 45 év kapcsán rendezünk meg. Akkor szeretnénk átadni a már említett Bátori ABC előtti emlékparkot. Lesz a kulturális központban egy előadásokkal megszervezett, tehát elszármazottak, akik izgalmas előadásokat fognak tartani a saját szakmai vagy egyéni karrierjükkel kapcsolatban, és 18-án fogjuk átadni a városi kitüntetéseket is. 19-én pedig egy különleges koncerttel szeretnénk kedveskedni a városlakóknak a születésnapunk alkalmából. Ez az LGT Szuperkoncert Zenevonat című színpadi produkciója, ami kiegészül a Henz Gáborral és a Nika, talán Nikával. Ez egy azért is különleges egyébként, mert a Karácsony Jánosnak augusztus 19-én lesz a születésnapja, tehát itt fogja ünnepelni a születésnapját. Ez a téravatással egybekötve lesz, még a pontos helyét nem tudom, valószínűleg itt a Bátori ABC parkolójában, hiszen annak a térnek lesz az avatása, de ezzel kapcsolatban majd a részleteket még jelezni fogjuk. És 18-án is lesz éjszakai fürdőzés, és 19-én is lesz toronytúra, és lesz még a fiataloknak a szokásos Death Crow Fesztivál, ez augusztus 16-17-18, ez inkább ilyen Erezdel a hajamat fiataloknak szóló fesztivál, és augusztus 25-én a Vidor Fesztiválnak egy kihelyezett előadásával zárjuk a nyarat. Rendhagyó történelemórák és minden egyéb táborok a fiataloknak, és rengeteg-rengeteg program. Mindenkit várunk szeretettel, mindenkinek kellemes időtöltést, strandolást, túrázást, nyaralást kívánok, és jó pihenést a nyári hónapokra. Köszönöm szépen a képviselőtestület és a munkatársak munkáját. További szép napot kívánok. Viszontlátásra!